A Dugonics Társaság nevében tisztelettel köszöntöm a mai előadó estünk minden résztvevőjét. Amikor a Dugonics Társaság őszi programját összeállítottuk, már látszott, hogy jön a járvány második hulláma, de igazán nem tudtuk azt, hogy milyen súlyos lesz. Egy rendezvény sorozatot terveztünk, Város és vírus címmel, aminek az volt a filozófiája, hogy kapcsolatot teremtünk a városban élő, a járvány megfékezésén dolgozó nemzetközi hírű kutatók és a város polgárai között. A hat részből álló előadás sorozatnak az első három része még a tervek szerint lement a Városháza házasságkötő termében szűkített közönséggel és egyidejű online közvetítéssel, azonban a negyedik előadást már csak tisztán online formában tudtuk megtartani, és hát az ötödik és a mai hatodik előadásra is ebben a formában kerül sor. Tisztelettel köszöntöm Németh T. Enikő professzorasszonyt, a Dugonics Társaság bölcsészettudományi alelnökét és az ő pragmatikai kutatóműhelyét. Ők fogják a ma esti előadást megtartani. És akkor megkérem Enikőt, hogy vegye át a szót. Tiétek a képernyő, gazdálkodjatok az idővel. Köszönöm szépen elnök úrnak a bemutatást. Néhány információt szeretnék megosztani elsőként a kutató műhelyről. Az STE Pragmatika Hallgatói Kutatóműhely 2020. szeptember 22-én alakult meg. A kutató műhelynek az a célja, hogy a nyelvhasználattal és azon belül a kommunikációval kapcsolatos témákat kutasson. A megalakulásunkkor megegyeztünk abban, hogy a kutatási témáink gyakorlati alkalmazhatóságára, illetve hasznosíthatóságára, valamint társadalmi hasznosságára is figyelemmel leszünk a kutatás során. Így jutottunk el ahhoz a témához, amelyet a mai előadásunkban szeretnénk bemutatni. Ahogy elnök úr említette, a téma aktuális, a Dugonics Társaságnak a vírus és a város előadás sorozatába illeszkedik, és ezúttal is köszönjük a lehetőséget, hogy csatlakozhattunk ehhez a nívós sorozathoz. Mielőtt elkezdenénk az előadást, engedjék meg, hogy bemutatkozzanak a csoport tagjai egy pár mondatban. Tamara. Édes Tamara vagyok, a Nyelvtudományi Doktori Intézet első éves PhD hallgatója, és a kutatási témám a verbális agresszió megjelenése a közösségi médiában, főleg a Facebookon. Robi. Szeretettel köszöntök minden hallgatót. Bíró Róbert vagyok, másodéves magyar történelem szakos tanárhallgató. A fő kutatási, vagyis hát a fő érdeklődési területem a manipuláció, a tantermi kommunikáció és a diskurzus jelölők vizsgálata. Dorina. Üdvözlök mindenkit, Császár Dorina vagyok, a kommunikációs média tudományi szakmesterképzésének végzős hallgatója. Érdeklődési területem az audiovizuális műsorokban megjelenő kommunikációs megnyilvánulásoknak a multimodális elemzése. Renáta. Üdvözlök mindenkit, Gera Renáta vagyok, második éves magyar szakos nyelvtechnológia specializációs hallgató, és érdeklődési területem a diskurzus elemzés, a manipuláció és a nonverbális kommunikáció. Viki. Üdvözlök mindenkit én is. Molnár Nikolett vagyok, másodéves magyar történelem tanárszakos hallgató. Érdeklődési területeim közé tartozik a gender nyelvészet, az anyanyelv pedagógia és a manipuláció. Emese. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Örő Emese vagyok, a Szegedi Tudományegyetem másodéves magyar szakos hallgatója, nyelvtechnológia specializáción. Főbb érdeklődési köröm a különböző stratégiák használata a kommunikációban és a sugallt jelentések pragmatikája. Márkó. Üdvözlök én is mindenkit, Rácz Márkó vagyok, a Szegedi Tudomány másodéves, Tudományegyetem másodéves magyar történelem szakos hallgatója. A nyelvtudományon belül a szemiotikának a pragmatika ága, ezen belül a verbális kommunikáció és a verbális manipuláció az érdeklődésem. Évi. Üdvözlök mindenkit, Szabó Éva vagyok, végzős PhD hallgató az elméleti nyelvészet program pragmatika szakirányán. Kutatási témám a benyomáskeltés főképp a politikai diskurzusokban, emellett érdeklődési körömhöz tartozik a kritikai diskurzus elemzés, illetve a konverzáció elemzés. És végül Szintia. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Tars Szintia vagyok, végzős magyar szakos hallgató. Kutatási területem a férfinő és spontán társalgásokban megjelenő megakadás jelenségek, illetve a javítási műveletek.
Ezután a kis bemutatkozás után elkezdjük az előadásunkat. Emese legyen szíves, ossza meg a képernyőt. Igen, tehát az előadásunk címe: tudta, hogy a nyelvészkutatók megállíthatják az álhírjárványok terjedését? Az előadás címe nem csak a témát jelzi, hanem előrevetíti azt is, hogy milyen fajta kommunikációt fogunk vizsgálni, a manipulatív kommunikációt. A főcím, ha jobban megnézik, a főcím maga is manipulatív. A tudta faktív ige segítségével azt érjük el, hogy a főcím második felében szereplő állítást önök igaznak fogják vélni. A tud, mint előfeltevést indukáló elem azért alkalmas a manipulációra, sőt a megtévesztésre is, mert akkor is igaznak véljük az utána következő állítást, hogyha az történetesen hamis. Ha sikerül átadni a manipuláció és az álhírek felismerésével kapcsolatos tudásunkat az emberek széles körének, akkor az álhírjárványok terjedését meg lehetne akadályozni, vagy legalábbis mérsékelni lehetne, ami végső soron hozzájárulhatna a valódi járványok lassításához is. Tehát a transzlációs medicina mintájára tulajdonképpen egyfajta transzlációs pragmatikát szeretnénk itt bemutatni, amelynek az lenne a célja, hogy az emberek tudatos tartalom és médiafogyasztóvá válását segítsük. Az előadásunk felépítése a következő. Három fő részből áll az előadás, és a negyedik rész egy pici kis összefoglalás lesz. Az első részben nyelvi nyelvhasználati és nemverbális elemek szerepét fogjuk megvizsgálni az álhírek felismerésében. A második fő részben a manipulációt vizsgáljuk a COVID-dal kapcsolatos kommunikációban, és főként az írásbeli kommunikációban. A harmadik részben pedig egy multimodális elemzést fogunk adni egy politikai vitaműsor egy részletéről, amely szintén a COVID kommunikációval, a COVID járvánnyal foglalkozik. Úgyhogy kezdjük is az első résszel. Elnézést, köszönöm szépen. Az előadás első részében a nyelvi, nyelvhasználati, illetve a nemverbális elemek szerepéről fogunk beszélni az álhírek megjelenésében. Az álhírek olyan hivatalosnak tűnő hírcikként jelennek meg, amelyeknek nincsenek tényszerű alapjaik, tehát hamisak. Szándékoltsága szerint kétfélét különböztethetünk meg. Vannak olyan hamis információk, amelyeket szándékosan terjesztenek olyan személyek, akik valamilyen anyagi vagy politikai hasznot remélnek az álhírek megosztásából. Illetve lehetnek olyan hitelesnek tűnő újságírók, akik nincsenek tisztában a hír hamis voltával, és ezáltal akaratlanul is álhír terjesztőkké válnak. Ahhoz, hogy az álhírek terjedni tudjanak, nagyban hozzájárul az olvasó tudatlansága, informálatlansága és naívsága. Nagyon gyakran ezek az álhírek érzelmileg is érintik az olvasót, félelmet keltenek bennük, és egy ilyen helyzetben sokkal hajlamosabbak elhinni a megalapozatlan, hiteltelen és olykor káros nézeteket is. A következő dián láthatják a forrásainkat, amikből kutatásunk során dolgoztunk, és a továbbiakban pedig szeretnék bemutatni néhány tényezőt, néhány tanácsot, amelyek segítségével könnyebben felismerhetjük az álhíreket, hogy tudatos média és tartalomfogyasztókká váljunk. Az első, hogy ellenőrizzük az URL-t. Gyanús lehet egy forrásoldal, hogyha a kiterjesztése .info.me.org, itt például jól láthatjuk az alábbi példákon. A .hu kiterjesztést egyébként ezek az oldalak azért nem használják, vagy nem tudják használni, mert azok magyar jogszabályokba ütköznek. És a .com is egyébként megtévesztő lehet, hiszen azokra már nem terjednek ki a magyar jogszabályok. Ezért érdemes még figyelembe venni a további pontokat, a másodikat, hogy ellenőrizze a forrásoldal megbízhatóságát. Gyanús lehet egy híroldal, hogyha nincsen impresszum,
tehát nem derül ki, hogy ki írta a cikket, kik szerkesztik az oldalt. Vannak bizonyos tényfeltáró oldalak is, például az Urban Legends vagy a Politifact, amelyek lényegében arra mutatnak rá, hogy mennyire megtévesztőek tudnak lenni ezek az álhírek, és hát lényegében lebuktatják ezeket az álhír oldalakat. Ezek az álhír oldalak egyébként nagyon gyakran régóta ismert hiteles oldalak nevét használják fel. Például mondjuk az Indexnek is rengeteg ilyen klón oldala van, de egyébként ezeken az oldalakon friss listákat is találhatnak az álhír oldalakról. A következő a címekről, címekkel kapcsolatos. Kezeljük szkeptikusan a túlságosan kifejtő szenzációhajhász címeket. Ezek általában ilyen sokkoló, elképesztő, felfoghatatlan kattintás vadászó, vagy idegen szóval clickbait címek, amiknek a céljuk az, hogy minél több olvasó rájuk kattintson, de valós információt egyébként nem közöl, illetve a kattintásból nekik revételük származik. Ilyen a dián látható két példa is. Ezt nem hiszem el, ez mégis kinek pattant ki a fejéből. Szülőként önnek is égnek áll majd a haja, amit bejelentettek az iskolákról, óvodákról. Itt az olvasónak szembe tűnhet a nagybetűs írásmód például, vagy a három mondat végi írásjel használata, illetve az, hogy nagyon hosszú ez a cím, ami a szokatlan formázásra utal. A másik példa pedig a félvilágot lesokkolta a döntés, második Erzsébet örökre száműzte a palotából. Ha elolvassuk ezt a cikket, azt gondolnánk, vagy ezt a címet, azt gondolnánk, hogy második Erzsébet valakit száműzött a királyi palotából, és rákattintva a cikkre egy királyi drámáról olvashatunk valamilyen közleményt, de nem ez történik, hanem a cikk arról szól, hogy bizonyos ételeket, többek között a fokhagymát is száműzte második Erzsébet királynő a palotából. A következő, hogy ellenőrizzük a szerzőt. Ezt Fajuna Nóra lugosító diétás példáján keresztül szeretném bemutatni. Dr. Roberto Yang könyveket jelentetett meg az áltudományos elméleteiről, amelyekben többek között a lugosító diétáról ír. És mivel Dr. Roberto Yang nevében szerepel a doktor, ezért azt gondolhatnánk, hogy orvos, és mivel működik a tekintélyelvűség, ezért egy orvosnak sokkal könnyebben elhiszünk egészséggel, egészségmegőrzéssel kapcsolatos írásait, de valójában Dr. Roberto Yang nem orvos, hanem a doktor csak a PhD fokozatát jelöli. A másik pedig magyar viszonylatban az orvosok a tisztánlátásért.hu, amelynek a címe azt mutatja, hogy orvosok szerkesztik ezt az oldalt, és orvosok írnak tudományos ismeretterjesztő cikkeket, de valójában nem csak orvosok szerkesztik ezt az oldalt. A következő, hogy nézzük meg a közzétételi dátumot, hiszen megtévesztő lehet, hogyha egy régi hírt kiragadunk a kontextusából, és friss hírként jelenítjük meg. A hatodik pont pedig a képek. Az álhírekhez nagyon gyakran képeket csatolnak, képek jelennek meg az álhíreknél, amellyel próbálják hitelesebbnek feltüntetni a cikküket, de valójában csak valószínűleg csak internetről letöltött képekről van szó. A szövegfeldolgozásnak van centrális és perifériás útja. A perifériás úton a befogadó érzékeli a érveknek a komolyságát, illetve tehát, hogy racionálisan dolgozza fel az olvasottakat. A perifériás úton pedig inkább az érzelmek és a félelem dominál
A képek pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy a befogadót a szövegfeldolgozást centrális útjáról a perifériás útjára térítse. Erről egyébként a későbbiekben is lesz szó. Ezen a ponton pedig átadom kutatótársamnak, Emesének a szót. Köszönöm szépen. Akkor folytassuk tovább a szokatlan formázási módokkal. Ezt a következő példát szeretném bemutatni. Nos, ha megfigyeljük, akkor a cikk az egyből egy szokatlan formázási móddal indít. Méghozzá a címben lévő mondat közepén lévő nagybetű használatával a tömeggyilkosság szóban. Fontos megjegyeznünk azt, hogy nem áll az egész szövegszokatlan formázások halmazából, csupán tartalmazza azokat, mert ebben a részben például nem figyelhetünk meg ilyeneket, viszont hogyha lejjebb görgetek, akkor már igen. Ami a legszembetűnőbb, az talán a megvastagított betű típus és a megnevelt betű méret. Fontos megfigyelnünk azt is, hogy a szöveg az oldal melyik oldalán helyezkedik el, jobb oldal, bal oldal, esetleg középre van igazítva. A középre igazítás az mindig formaiságot kölcsönöz, és itt ugye vastagítással és megnevelt betűmérettel van kombinálva, ami egyértelmű manipuláció a szövegben. A szerző azt akarja, hogy felfigyeljünk erre a megnyilatkozásra, és hogy vegyük észre, a tartalmával pedig valamiféle hatást akar gyakorolni ránk. Hogyha tovább megyünk, akkor észrevehetjük, hogy marad még a vastagon szedés, egy kicsivel csökken a betűméret, de nem tér vissza az eredetire, ami ugye ez lenne. Aztán a következő három bekezdésben már csak egyetlen szó van vastagon szedve, ez a bűnrészes, amely egy negatív konnotációjú szó. A konnotáció a szónak a másodleges jelentése. A 8-as pont szerint ellenőriznünk kell a szövegnyelvi minőségét és stílus jellemzőit. Ezek az elhírek gyakran lehetnek szövegnyelvi minőségűek. A bennük lévő szóhasználat vagy helyesírási hibák gyakran előfordulhatnak, illetve megfigyelhetünk még bennük szövegszerkezeti és mondatszerkezeti hibákat is. Ezt az előző cikkben is megfigyelhettük, mert ez a cikk feltehetőleg egy fordítás produktuma volt, és valószínűleg egy gépi fordítás lehetett, és azért tartalmazhatott az anyagban értelmezhetetlen mondatokat. Meg kell figyelnünk a cikkek stílusát, mert az áltudományos cikkek stílusa nagyon gyakran hasonlít a megfelelő hírfajtáknak a stílusára, de azt, hogy álszakértő szövegekkel állunk szemben, a bennük lévő terminusok összekeveréséből és a hasonló jelentésű terminusok azonos értelemben való használatából tudhatjuk, és hogyha a terminusnak nem tudjuk a pontos definícióját, akkor fordulhatunk szakértőkhöz. Fontos az is, hogy ellenőrizzük, hogy milyen oldal tette közzé a cikket. Mert hogyha ez valami humor oldal, akkor lehet, hogy a cikk csak egy vicc kategória, vagy valamilyen szarkasztikus közlemény. A 9. pont szerint meg kell vizsgálnunk, hogy tartalmaz-e a szövegmanipulációra alkalmas nyelvi elemeket, és mérlegelnünk kell őket. Ilyen nyelvi elem lehet a feltétlen egyetértésre késztető nyelvi elemek, mint például az előfeltevéseket indukáló eszközök, vagy az univerzális kvantor. A univerzális kvantor lehet a senki, vagy a mindenki például, és az előfeltevéseket indukáló eszközök a határozott névelő, középfokú melléknév és a faktiligás, amit például mi is használtunk az előadásunk címében. Ellenőrizzük el az érvelésmenetet, hogy találunk-e valamilyen érvelési hibákat, és hogy mik az okozati kapcsolatok.
végezetű osztályomat kell vetnünk az előítéletekkel, ugyanis az áltudományos szövegek azok gyakran sztereotípiákon alapulnak. A szövegben lévő sztereotípia viszont kimutatható nyelvi kategorizációs modellek segítségével. Megjelenhet a szövegben csoportképzést indukáló elem is, vagy összeesküvés elméletek, amelyeknek az álhírekben való előfordulása ugyancsak gyakran a sztereotípiákból adódik, és a szövegekben megfogalmazott tartalmat befolyásolhatja a tudományellenesség. Előadásunk első részének zárásaként egy esettanulmányt hoztam. Az alábbi cikknek egy részletét fogom részletét fogom elemezni. A cikk egy CDC tanulmányról szól, pontosabban ennek a tanulmánynak a mesteri félreértelmezéséről, miszerint a CDC megerősítette, hogy a maszkok nem nyújtanak védelmet a COVID-19 elkerülésében. Erről azonban nincsen szó, ugyanis a CDC kutatása nem erre volt kihegyezve, és az amerikai járványügyi hivatal hivatalos honlapján az ajánlások között mindig ott szerepel a maszkviselés. Megtaláltam ugyanennek a cikknek a már említett Urban Agency-ről származó változatát is, és a későbbiekben meg szeretnék néhány kontrasztot megemlíteni a két cikk között. Először bemutatom az áltudományos cikket, ez 2020. október 17-én íródott a www.phytomin.hu oldalán, ismeretlen szerző tolla alatt, forrásául pedig a www.spirituáltv.hu van feltüntetve. Az Urban Agency 2020. október 18-án jelentette meg a cikkét a www.urbanagency.hu oldalon. A szerzője Marino Iván volt, forrása pedig az anstas.com. Térjünk rá a cikkek címére. Az Urban Agency-es cikket nem fogom megnyitni, mert sajnos az időszűke miatt erre nincsen lehetőségünk most. Az áltudományos cikk címe: a cikk lavinaként terjed, és az egész világon megváltoztathatja a dolgok történését. Keressük rögtön a szokatlan formázás jegyeit, ez a mondat közepén a világon szó nagybetűvel való írása, és a cím végi négyes pont. Bocsánat, hogy belevágok, Emese, én nem látom a cikket. Nem tudom, a többiek látják-e. Én sem. És most? Most igen. Most igen. Jó. Tehát. Az, hogy egy kattintásvadásztalak címmel van dolgunk, onnan tudhatjuk, hogyha elolvassuk az alcímet, amit ugye akkor látunk, hogyha már rákattintunk magára a cikkre. Itt megtudhatjuk, hogy az Egyesült Államokban is máshol terjed, viszont erről a másholról nem kapunk fontos információt. A Marinov cikkének a címe az tényellenőrzés. A CDC tényleg elismerte, hogy a maszk nem segít a koronavírus ellen? Nos, elsőre ez is clickbaitnek tűnhet, viszont nem tekinthető annak, mivel a cikk valóban ezzel a kérdéssel foglalkozik, és erre keresi és adja meg a választ. A továbbiakban az áltudományos cikkről lesz csak szó, és a Marinov cikkéből csak zárójeles megjegyzéseket fogok mondani. Tehát az első mondatból már ki is derül, hogy egy vizsgálatról és egy tanulmányról van szó. Arról, hogy mi is ez a pontos vizsgálat, nem kapunk elegendő információt, és ezzel a szerző megszegi a Gracie maximák közül a mennyiség maximát, vagyis nem kellően informatív.
Az információ elhallgatása cikk több részében is megjelenik, például sehol nem olvashatunk arról, hogy a százalékszámítás az hány főből származik. Megjelenik az ismétlés is, mint manipulációs eszköz, és ugyanazt a mondatot, vagy ugyanezt a tartalmat olvashatjuk már harmadik alkalommal. Aztán vegyük figyelembe ezt a kiemelt részt, amely hát nem egészen pontosan megfogalmazott, mivel ez a maszkja volt állítás, ez nem terjed ki, tehát ez nem csak azokra az emberekre terjed ki, akik rendeltetésszerűen hordanak maszkot, hanem azokra, akik rendelkeznek ilyen védőeszközzel. És az sincs kiemelve, hogy milyen maszkról beszélünk, mert az interneten terjedő, közösségi oldalakon terjedő kötött, meg horgolt és csipkemaszkok, azok nyilvánvalóan nem fognak védelmet biztosítani, ellentétben az orvosi vagy textilmaszkok rendeltetésszerű használatával. Jó, a következő bekezdésben több jegyet is felismerhetünk. Kezdjük elsősorban a hiperbolákkal és a vitathatatlanságként való beállítottsággal a megcáfolhatatlan szó révén. Ez egy pozitív konnotációs szó lehet a laikus olvasó számára, viszont fontos megjegyezni azt, hogy az ilyen tudományos vitákban például a megcáfolhatóság igenis fontos. Nem kerülheti el a figyelmünket a vastagon szedett résem, és találkozunk egy új forrással is, Karolina asszonnyal, de hát róla sajnos semmit nem tudunk meg a nevén és a származási helyén kívül. A cikk további mondatai azok még kevésbé értelmezhetőek, és igazi fejtörést okoznak az olvasók számára. Kiderül az, hogy 11 egészségügyi intézményben végezték a felmérést, de a betegekről még mindig nem tudunk semmit, és hát igazából ez a információ sem eléggé kielégítő. Hát sajnos a cikk végigelemzésére, mint mondtam, nem jut idő, mert elég hosszú, és igazán lenne bennem itt elemeznünk és kiemelni. De ezt az utolsó bekezdést még szeretném bemutatni. Az eredmény pusztító és különösen megdöbbentő. Bár a CDC félre magyarázza a cikkében összegyűjtött adatokat, azzal érvelve, hogy a tanulmány más célt követett, nevezetesen azt, hogy szoros kapcsolatot tartson fenn a COVID-19 iránt ismert pozitív emberekkel, vagy olyan lehetőségeket keressen fel, amelyek lehetőséget kínálnak az evés és ivás összefügg a COVID-19 pozitívumával, ami igaz, de ez nem a tanulmány megállapításának fő tartalma, amelyet a CDC egyértelműen nem illik be a boltba. Nos, összefoglalva, azok a cikkek, amelyek zömmel ilyen megformáltságú mondatokat tartalmaznak, áltudományos cikkeknek minősíthetőek. Ha olyan cikkekkel találkozunk, amelyeknek az URL címe, vagy esetleg a formátás módja alapján, vagy bármilyen külső jegye alapján nem tudjuk megállapítani, vagy nem lehet megállapítani azt, hogy áltudományos cikkről van-e szó, vagy nem, akkor a szövegtartalmát olvasva vegyük észre ezeket a torz mondatokat, és figyeljünk a szöveg nyelvi minőségére, járjunk utána az ismeretlen terminusoknak, és vizsgáljuk meg, hogy van-e a szövegekben manipulációra alkalmas nyelvi eszköz használat. Az utóbbiak érdekében hallgassák meg kutató műhelyünk manipulációs stratégiával foglalkozó csoportjának az előadását. Köszönöm szépen. Igen, én akkor átveszem a szót, és a mi egységünkben a manipulációról és annak kifejező eszközeiről szeretnénk beszélni. Ezeket a stratégiákat szeretnénk részletesebben végigvenni és bemutatni. Egy fontos kiinduló pont tehát, hogy a nyelvhasználat és a kommunikáció nem azonosítható egymással, részben külön kell választani őket,
nyelvhasználat különböző formái között említhetjük meg a verbális manipulációt is például. A befolyásolás történhet nyelvhasználatban is. A nyelvhasználónak van egy olyan törekvés, hogy a befogadóban egy adott véleményt vagy viselkedést alakítson ki, vagy a már meglévő ismeretét megváltoztassa, vagy megerősítse. Terminológiai eltérésről tudunk beszélni, tehát külön kell választani ezeket a fogalmakat, és azt lényeges kiemelni a manipulációról, hogy mindig rejtett szinten történő befolyásolás. A manipulációra egy definíciót nem tudunk megemlíteni, különböző meghatározások vannak jelen egymás mellett. Lényeges eleme ugyanakkor, hogy a manipuláció során a befolyásolt fél nincs tudatában, hogy őt befolyásolják. Olyan befolyásoló szándék, amelyet a befolyásoló személy ugye semmiféleképpen nem akar nyilvánvalóvá tenni, és törekszik a befogadóval szemben egy meglévő attitűd megváltoztatására. A verbális manipulációt meg kell különböztetnünk információközlésen és kommunikáción keresztül. Információközlésnél a befolyásoló személy manipulatív szándék mellett informatív szándékkal is rendelkezik. Ezen felül a kommunikáción keresztül a már meglévő manipulatív szándék és informatív szándék mellett mindig kommunikatív szándékkal is kell rendelkezni. Továbbá a kommunikációnak van egy rejtett szintje, amelyen a befolyásoló személy egy adott információt eltitkol. Lényeges kiemelni, hogy egy rosszul informálódó újságíró nem feltétlenül manipulálni akar egy adott cikkel, hanem nem rendelkezik kommunikatív vagy manipulatív szándékkal. Ez esetben nem áll fent ilyen összefüggés. És végül, hogy rendes támpontot kaphassunk, meg kell különböztetnünk a befolyásolás centrális és perifériás útjait, amit Petty és Cacioppo dolgozott ki és különített el elsőként. Ők főleg ezt marketing kommunikációs összefüggésbe tették. Szerintük a centrális út során a befogadó egy fontos információkra figyel, értékeli az érvek komolyságát és súlyát, ezzel szemben a perifériás úton, ami később majd a félelemkeltésnél is megjelenik, nem tesz komolyabb kognitív erőfeszítést a befogadó, nem a tartalmi jegyekre figyel, hanem az érzelmekre és hangulatokra, valamint a közlő hitelességére és legfontosabb esetben a tekintélyére. Itt tovább szeretném adni a szót Nikinek, aki a manipulatív stratégiák bemutatásával fogja kezdeni. Igen, köszönöm. Akkor beszélgessünk is a manipulatív stratégiákról. Az első manipulatív stratégia, amiről be fogok számolni, az az ismétlés lesz. Szerintem mindannyian jártunk már úgy, akár gyermekreklámok szempontjából is, hogy egy információ többször lejátszódott előttünk, és ennek hatására, hogy nagyobb inger érte az agyunkat, feltétlenül meg akartuk vásárolni az adott reklámterméket. Ha valamit tehát többször kihangsúlyoznak nekünk, akkor hajlamosabbak vagyunk elhinni, hogy ennek az igazság tartalma valós, ezzel is tudunk tehát manipulálni, mint ahogy a jelen példánkon a Lea maszkot, és egy ilyen manipulatív slogan lenne, amelynek hatására szerintem többünk szeretné ledobni a maszkját, ezzel kifejezve a szabadságunkat például. Az információ elhallgatása egy másik manipulatív stratégia, ahogy a képen is láthatjuk, több alkalommal is belefuthatunk is a közösségi médiában, az online cikkekben, hasonló hírekben, ahol a hírszerzők pánikot keltenek a hiányos adatok leközlésével. Mint ahogy jelen példánkon a cikk szalag címében, csak a betegekről, az új fertőzöttekről írnak, míg a gyógyult eseteket elhallgatják. Ha tovább megyünk, és Szóval, hogyha rákattintunk a szalagcímre, a cikkben látható, hogy nem csupán a szalagcímben nem tüntették fel a gyógyultak számát, hanem magában a cikken belül sem számoltak be a fertőzöttekről, vagy a halottakról. És akkor most mehetünk tovább. Az információ másik elhallgatásáról a példánk, hogy egy 21 éves nőt hoztak fel legfiatalabb áldozatnak úgy, hogy a további betegségeit, számos alapbetegségét nem tüntették fel a cikkben. Ha rákattintunk a cikkre, akkor azt láthatjuk, információként megadva, hogy a fiatal nő egy szakember elmondása szerint egy nagyon tragikus, gyors, az élettel összeegyeztethetetlen súlyos betegségben hunyt el.
A harmadik manipulatív stratégia a csúsztatás, ahol nem lényeges elemet vagy elemeket vonnak be vitába, vagy valaki szavait kiemelik a szövegkörnyezetből, és azt elemzik a háttérinformációk nélkül. Ilyen példa, amikor internetes hírportálok szalagcímeiben feltüntették, hogy Sebestyén Balázs pozitív. Igen ám, csak hogy Sebestyén Balázs maszkjára volt ráírva, hogy pozitív, és ő ezzel akarta kicsit megviccelni a rajongóit, és egyben feltüntetni azt, hogy a pozitív gondolatokra lenne szükség egy ilyen helyzetben, és nem a pánikra. Ezen a dián egy másik példát láthatunk a csúsztatásra, ahol egy a téma szempontjában nem lényeges elemet vontak be. Ugyanis az alkohol és a kávéfogyasztás nem egy lényeges elem az alvás szempontjából. A negyedik manipulációs stratégia, amit bemutatunk, az a konnotációk. Ez lehet pozitív vagy negatív hatású manipuláció is. Lényegében olyan szavakat vagy kifejezéseket használnak, amihez egy azonnali jelentés is társul, ahogy azt már Emese említette. Például egy internetes oldalon a Moderna vakcinájáról írták, hogy hosszú távú védelmet adhat, amely egy pozitív konnotáció jelen esetben. Itt is egy olyan cikkről van szó, amelyben olyan megfogalmazási módot használt a hírportál, amihez azonnali jelentést társíthattunk, ugyanis a mellékhatáson van a hangsúly jelen példán. És akkor én szeretném átadni a szót Robinak, aki szintén a manipulatív stratégiákról fog beszélni. Köszönöm szépen. Tehát a következő stratégia az a feltétlen egyetértésre kényszerítés, amely során nem fedezhetünk fel sem nyelvileg, sem logikailag hibás elemeket, viszont a hallgatóságot feltétlen egyetértésre kényszerítik. Ezekkel nagyon gyakran találkozhatunk a médiában, és az első példánk erre a következő. Tudta ön, hogy az orvosi döntések több mint 80%-a laboratóriumi eredményeken alapszik? Itt, ahogy már a tanárnő is említette a bevezetőben, a tud, mint faktív ige jelenik meg, amely főmondati állítmányként előfeltevést idéz elő. Ilyen esetben nem mérlegeljük azt, hogy a mondat második felének igazságtartalma valós-e vagy sem. A következő ilyen nyelvi elem az a középfokú melléknevek és az összehasonlítás alkalmazása. Itt ugye azt hallhatjuk ebben a videóban, hogy a plazmaadás fontosabb, mint valaha. Itt ugye az előfeltevés az, hogy a plazmaadás mindig is fontos volt, de most fontosabb, mint valaha. A következő az a logikailag hibás érvelés alkalmazása, amely egy nagyon erős manipulációs stratégia. Ennek több altípusa létezik, ilyen például a hamis ok-okozat összefüggése, a kétértelműség, amelyre nagyon jó példa a Sebestyén Balázs pozitív, a személyes támadás, melyről előadásunk következő részében lesz szó, illetve a cáfolhatatlan hipotézisek, amelyről már az előző blogban szintén volt rész, vagy szó, és a látszólagos hasonlóságok is logikailag hibás érvelésnek tekinthetőek. Itt ebben az esetben a már elfogadott tényeket úgy állítják be, hogy egy új kontextusba helyezik őket. Ezzel is elég gyakran találkozhatunk a médiában, hogy hamis információt alkalmaznak. Például a wuhani koronavírus elleni vakcinát már 2015-ben szabadalmaztatták. Ez azért hamis állítás, mert a koronavírus, mint elnevezés, itt az egész vírus családot jelöli, és ennek is ugye több típusa létezik egyéni jellemzőkkel, tehát a vakcina nem megfelelő a COVID-19 ellen. Aztán a következő, a koronavírus Bill Gates szabadította az emberiségre. Itt a hamis állítás, tehát a hamis információ mellett a hiperbola is megjelenik, ami a túlzást jelenti. Ez az állítás azért tekintető alaptalannak, mert Bill Gatesnek és Melinda Gatesnek az egyik alapítványa már korábban adott pénzt olyan szervezeteknek, amelyek járványokkal és vírusokkal is foglalkoznak, tehát feltételezhető nekik nem állt érdekükben az, hogy egy ekkora járványt szabadítsanak az emberiségre. A következő a maszkok hatástalanok a vírusokkal szemben, ezt a legnagyobb virológusok is elismerik, hallható ez ezen a YouTube csatornán, ennek a YouTube csatornának az egyik videójában. Itt arról van szó, amiről már szintén volt szó az előadás első részében, hogy
nem, tehát hogy nem lehet általánosítani, hogy a maszkok hatástalanok. Az a nem mindegy, hogy milyen maszkot viselünk, tehát például az orvosi maszkok azok védenek a vírusokkal szemben, és azt sem tudjuk meg, hogy kik azok a legnagyobb virológusok, tehát még a homályosság is megjelenik ebben a megnyilatkozásban. És akkor átadnám a szót ismét Márkónak. Igen, végül a félelemkeltés stratégiájáról szeretnénk beszélni, aminek meghatározása során lényeges kiemelni, hogy az említett centrális és perifériás út közül mindig perifériás úton történő befolyásolás. Tehát nem az érvek komolyságát mérlegeljük, hanem inkább érzelmi úton dolgozzuk fel az adott szöveget. Erős manipulációs eszköznek tekinthető, mivel a félelem eltereli a gondolkodásunkat a racionálistól, és olyan negatív érzelmeket tud aktiválni, amelyeket szeretnénk mielőbb megszüntetni, amelyet gyorsabban elfogadjuk a kínált javaslatot. Sokszor nem csak verbális úton jelenik meg, megkülönböztethetjük tehát a verbális és a vizuális útot is, ahogy itt a dián is látszik. Verbális út során, amit nagyon fontos kiemelni, hogy generikus állításokat fogalmaz meg, tehát univerzális kvantifikáció történik, ami azt jelenti, hogy a mindenki, senki szavakat használják, ahogy ezt már az előző részben is szó volt róla. Vizuális út során pedig okok-okozati összefüggés viszonyba állítják a problémát és a hozzá kapcsolódó negatív érzést, és nagyon fontos kiemelni azt, hogy a hiperbola, tehát a dolgok eltúlzása az mind a két úton megjelenik. Itt a következő dián egy verbális és egy vizuális úton történő félelemkeltés látható. Általában az álhír oldalak eszköztárában van jelen, ugyanakkor ez nem kizárólagos. Verbális tulajdonságai a hamis valótlanság állítása, a hiperbola és a negatív hatású konnotációkkal történő összekapcsolás. Ezen felül kitűnik a hibás központozás, ahogy itt a bal felső sarokban is látszik az adott cím kiemelve. A pontot, a felkiáltó jelet, a nagybetűt helytelenül használja, valamint nagyon sokszor megjelennek a helyesírási hibák is. A vizuális út során pedig elrettentő vagy felhívó képeket használnak, ami sokszor nem is áll, ahogy már mondtam is, okokozati összefüggésben sem az adott témával. Jelen esetben azt mondhatjuk, hogy egy általános piros hátteren megjelenő nagybetűs figyelemfelhívó kép társul a címhez, ami a félelemkeltés stratégiáját használja ki, befolyásol, és így hatással lesz a befogadóra. Fontos megjegyezni, hogy a manipuláció nem egy 2020-as jelenség. Korábban is vizsgálták már ezt a jelenséget, például reklámokban, politikai beszédekben, de akár még a hétköznapi társalgásokban is. Mi ebben a blogban az írott szövegekkel foglalkoztunk, azokban vizsgáltuk meg a különböző manipulációs stratégiákat, és én szeretném továbbadni a szót a következő csoportnak, akik pedig a szóbeli diskurzusokban fogják vizsgálni többek között a manipulációs stratégiákat is. Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönöm szépen! Tehát az előadásunk harmadik részében a szóbeli diskurzusokról, a nemverbális kommunikációról és a gesztusok jelentéséről lesz szó. Általánosságban, majd pedig a CSAT nevű vitaműsor egy részletében, amelyet az ELAN nevű program segítségével elemeztünk. A nemverbális kommunikációt más néven nemverbális viselkedésnek is nevezzük. Ugyanúgy információt tudunk vele átadni, mint a beszéddel. Természetes módon használjuk, például gesztikulálunk a kezünkkel, mozgatjuk a testünket, és kapcsolatot építünk a szemünkkel beszéd közben. A kommunikációs folyamatban ez viszonylag gyorsan váltakoznak a gesztusok, és általában nem önmagukban, hanem csoportosan jelennek meg. A nemverbális viselkedés az emberi kommunikációnak körülbelül a 60-65%-át teszi ki. A nemverbális kommunikációnkért a limbikus rendszer felel, amely azonnal reagál a környezet hatásaira, és ezért ad nekünk valós válaszokat. Ez a rendszer egyébként sosem pihen, és az agyunk érzelemközpontja is itt található.
A testbeszéddel gyakran sokkal őszintébben fejezi ki a beszélő az érzelmeit, a szándékait és a tetteit, mint a szóbeli megnyilvánulások során. Ezáltal mi is jobban meg tudjuk ezeket érteni. A gesztusok informálják a beszélőt, illetve a kommunikációban résztvevőket a közlésen megcélzottak befogadói állapotáról, illetve készségeiről, hajlandóságairól, és így eredményesen dekódolhatjuk és hasznosíthatjuk a nemverbális kommunikáció jeleit. Ezek önmagukban hordoznak egy expresszív, azaz kifejező vagy nyomatékos jelentést is. A nemverbális csatornák között megemlíteném a vokális jeleket, a tekintetet, a mimikát, a gesztusokat, a testtartást és a térközszabályozást. Ahhoz, hogy megértsük a testbeszédet, egyszerre két dologra kell koncentrálnunk, arra, amit látunk, és arra, amit hallunk. Ez nem olyan egyszerű dolog, hiszen nem könnyű felismerni, hogy egy-egy adott gesztus mit is jelent, és így sokkal könnyebben lehet minket megtéveszteni, illetve befolyásolni. Hazugságra utaló jelek közül felsorolnék néhányat, például ha valaki eltakarja a száját, akár egy ujjal, vagy akár az egész tenyerével, az könnyen utalhat hazugságra, illetve ha többször megérinti az orrát, vagy megdörzsöli a beszélgetés során, ugyanígy a szemhéj megdörzsölése is utalhat hazugságra, valamint hogyha gyakran megérinti a fülcimpáját, illetve a fülcimpa alatti részen a nyakát megvakarja, vagy megérinti, illetve a gallér húzogatás, ha éppen olyan ruhában van az illető. A legtöbb mindennapi érintkezésben a verbális és a nemverbális üzeneteket közösen használjuk, azonban különböző célokkal, de a kettő az egymásra épül. A verbális és a nemverbális kommunikáció nagyon ritkán fordul elő külön-külön. A nemverbális kommunikáció az valójában kiegészíti a szóbeli közlést, és ez nem mindig tudatos vagy szándékos formában történik. A nonverbális viselkedés tehát elválaszthatatlan a kommunikáció teljes folyamatától. Például a hangszínünk és a hangsúlyunk igen nagy szerepet játszik abban, hogy hogyan is beszélünk, ez befolyásolja, illetve finomítja a beszédmódunkat. És végül egy néhány példát mondanék a gesztusokra. Számos olyan nemverbális jel van, ami univerzális, viszont olyan is előfordul, amely kultúra specifikus gesztus. A mimika közül megemlíteném a szemöldök összehúzását, vagy a homlok ráncolását, amely dühöt vagy haragot fejezhet ki. Hogyha gesztusokat nézzük, akkor a tarkóra kulcsolt kéz például a dominanciát jelképezi, illetve a keresztbe tett karok a test előtt, pedig az zárkózottságot jelentik. A testtartással kapcsolatban a hanyag testtartás az szintén dominanciára utal, valamint a válvonogatás például az a tudatlanság vagy a kételj kifejezése. A fejgesztusai közül megemlíteném a bólogatást, illetve a fejrázást. A bólogatás az egyetnemértés, a fejrázás az egyetnemértés, ez azonban egy kultúra specifikus gesztus, ugyanis ez nem mindenhol egyforma. Például Bulgáriában ez épp az ellenkezője, ott a bólogatás fejezi ki az egyetnemértést, és a fejrázás pedig az egyetértést. És végül a felszegett áll, az pedig az agresszivitás jele lehet. Most pedig térjünk át a felhasznált korpuszainkra. Köszönöm. A felhasznált korpuszunk a CSAT című politikai vitaműsorból származik, amely egy jelenleg is futó műsor az ATV-n, Rónai Egon műsorvezetésével. Maga az műsor 45 perces, és ezt el tudjuk érni az interneten, vissza lehet nézni. És ezt a műsort, amit mi felhasználtunk, 2020. szeptember 21-én adták le. Az akkori helyzetről, a járványügyi helyzetről csak annyit mondanék, hogy akkor a szeptemberben a miniszterelnök úr 200 000 beteget jósolt, amit ugye már túlléptünk.
A vitaminsorban két csoportra osztottak az emberek. Az egyik oldal képviselője Boldogi Zsolt, biológus, genetikus, közgazdász volt, és Falus Ferenc, orvos, a másik oldalon egy másik véleményt képviselve pedig Tamás József, orvos, és Gödény György, szakgyógyszerész fejezték ki a véleményüket. Át is térnék az elemzés részre. Az elemzésünket, mint már korábban is hallhatták, az ELAN nevezetű multimodális elemzésre használható annotációs eszközt használtuk fel, amely ingyenesen letölthető és online elérhető, és egy holland fejlesztésű program, főleg a beszélt nyelv, a jelnyelv és a gesztusok annotálására alkalmas. Az annotálást összesen kettő, verbális és nem verbális szinten valósítottuk meg. Elemeztük a beszédet a Jefferson-féle konverzációs átírások alapján, valamint a gesztusokat és az ahhoz társított érzelmi jelentéseket Peace, valamint Navarro korábbi munkái alapján. A következő táblázatban az lesz látható, hogy milyen jegyeket vittünk fel az ELAN-ba, és ezekhez milyen érzelmi jelentéseket társítottunk. Felvittük a fejmozgást, a szemöldököt, a törzset, valamint a kézi gesztusokat, és ezekhez ugye különböző érzelmi jelentéseket társítottunk. Fontos megemlítenem, hogy a szakirodalmon túl saját megfigyeléseink is belekerültek, illetve hogy ezeket mindig kontextus függően kell elemeznünk, ugyanis előfordul, hogy egy-egy gesztusnak többféle jelentése is van. Most pedig bemutatnánk egy részletet az elemzett videónkból, hogy jobban látszódjanak ezek a gesztusok, hogy miről is beszéltem. Igen. A koronavírus betegség egy rendszerbetegség, ami az érfalnak a belső falát érinti, mikroembolizációt okoz, a vesét, az agyat, a szívet érinti, és egyenlőre fogalmunk sincs róla, hogy milyen hosszú távú hatásai vannak. Ráadásul ki vagyunk téve pillanatnyilag annak a veszélynek, hogy azok, akik enyhén esnek át ezen a betegségen, vagy tünetmentesek, azoknál is meg fognak jelenni ezek a hosszú távú hatások. Ezek nem hipotézisek. Ezek nem hipotézisek, mert a magyar érsportolókat ma már hivatalosan nem engedik vissza a terhelésre, addig, amíg kardiológiai konzilium nem mondja azt, hogy mehetnek vissza. Amiből belevágott, az nem erről szólt. Én azt mondtam, a teszt pozitív eseteket fertőzöttként könyveljük el, holott az azt jelenti, hogy betegekben, nem betegek, hanem teszt pozitívak, és a túlnyomó része az embereknek tünetmentesen jön ki ebből a fertőzésből is. Tehát alapvetően tegyük tisztába a dolgokat, és ezzel nem szabad riogatni az embereket. Mert ott ülnek otthon, és csak ezt hallják, új teszt pozitív, új megbetegedés, új nem tudom micsoda. Az a kérdés pillanatnyilag, hogy azok, akik megbetegednek, azokért mi aggódunk-e vagy nem. Mert én például aggódok azért a 20-15-20%-ért, akik súlyos tünetekkel betegednek ebben meg. 15-20%, hogyha megnéz az irodalmi adatokat. Akkor igazán... pillanatra itt, tehát hogyha önök ugye belgyógyászt nézik a szakirodalmat, nem videóba tájékozódnak, az biztosan tudják, hogy ezt a bergamói kórházi esetet megvizsgálták, hogy elhagyták ugye a betegség után a kórházat. Tudják, hogy ahogy hány százalék lett utána még súlyos a tüdő problémákkal, különböző szív problémákkal, meg érrendszer problémákkal, tudják a számot, ugye? Megvoltak már. Tehát befejezni, amit mondott. Most pedig bemutatnám, hogy az előbb látott videón készített multimodális elemzésünknek milyen eredményei születtek, vagyis azt, hogy az egyes szereplőknek mik a legjellemzőbb gesztikulációi. Boldogi Zsolt nagyon sűrűn és nagyon sokat gesztikulál. Legjellemzőbb kézi gesztusa a képen is látható toronysisak, ami azt jelenti, hogy a témával kapcsolatban magabiztos és hisz is abban, amit mond. Jellemző volt még az új vegyeknek az összeérintése, ami azt jelenti, hogy nem akar nyomást gyakorolni, valamint a lefelé tartott tenyér széttárt ujjakkal, ami az őszinteséget jelzi. Csak úgy az őszinteséget jelzi a nyitott törzs, illetve a nyitottságot, barátságosságot is, illetve nagyon sokat bólogatott, a szemöldökét pedig többször hosszan felhúzta, ami azt jelenti, hogy gyakran meglepődött azon, amit a vita partnere mondott. Most, hogyha egyesével megvizsgáljuk ugye ezeket a gesztusokat, akkor láthatjuk, hogy itt nagy részt pozitív tulajdonságokat mutatnak, azonban végignézve a videót, valahogy mégiscsak túl soknak tűnik, Gödény például hozzá képest sokkal higgadtabbnak tűnik látszatra, azonban a gesztusai ennek ellent fognak mondani, ugyanis majd láthatjuk,
hogy nagyon sokszor ökölbeszorította a kezét, ami azt jelenti, hogy az agresszió, annak a jelei mutatkoznak meg. Tamási éles ellentéte Gödénynek gesztusok tekintetében is, ugyanis nagyon keveset gesztikulál, legjellemzőbb kézi gesztusai indexikus, vagyis rámutat a partnerére, valamint a felfelé tartott tenyér, ami egyébként az alázatnak és az együttműködésnek a jele. Legtöbbször azonban a tenyerét nem láthatjuk, ugyanis az ölébe helyezi, ezáltal pedig a testtartására is a zárt törzs lesz a jellemző. A tenyér és a törzs eltakarása általában zárkozottságot, valamint hazugságot jelent, de itt fontos megemlítenem, mielőtt előre ítélkeznénk, hogy a gesztusokat szándékosan irányítani is lehet, és szándékosan eltakarni is, úgyhogy felvetettük a kérdést, hogy lehetséges, hogy Tamási szándékosan alig gesztikulál. Falus, hát legjellemzőbb, hogy nincsenek kifejezetten kézi gesztusai, ugyanis állandóan valamilyen papírt tart a kezében, amelyeken különböző statisztikai adatok szerepelnek, ezeket mutogatja a kamera felé, bizonyítás gyanánt, ugye, amiket mondogat. Másik kezével pedig gyakran a maszkját igazítgatja. Most ebből azt látjuk, hogy szavak szintjén akármennyire is szakértője a témának, gesztusok alapján nem igazán kivekedhető a magabiztosság, ráadásul az ülésére is a merev, hosszadalmas törzs lesz a jellemző. Gödény egyik legjellemzőbb kézi gesztusa az asztalra tett kéz, és vagy a palackot markolja, mint ahogy ez a képen is látható, vagy pedig ökölbe szorítja a kezét. Az asztalra helyezett kéz tulajdonképpen a térkijelölést jelenti, ez a dominanciának a jele. Gyakran dől hátra, miután befejezett egy mondatot, ez a magabiztosságnak a jele, illetve hogyha a vita partnere beszél, akkor legtöbbször lehajtja a fejét, ami azt jelenti, hogy negatívan értékeli a partnerét. És amit említettem, az a gyakori ökölbe szorított kéz, ugye az agressziónak az egyik jele. Amikor ő beszél, gyakran alkalmaz szeletelő mozdulatot a kezével, ami azt jelenti, hogy folyamatosan nyilvánvalóan hangsúlyozza a saját mondani valóját. Gödény tehát egy határozott, magabiztos, domináns képet mutat magáról, ami ugye egy egyszerű néző számára sokkal hihetőbbnek tűnik pont ezért, mint az eddig említettek. És utolsó sorban Rónai Egont sem hagytuk ki az elemzésünkből. Nagyon gyakran lefelé mutató tenyere van, ami tulajdonképpen a hatalmat, a tekintélyet jelzi, az új vegyeknek az összeérintése szintén, hogy nem akar nyomást gyakorolni. Egy kérdés után félig kulcsolja össze a kezét, a bizonytalanságnak a jele, illetve ami nagyon érdekes, és a képen is látható, amikor a kezét ráhelyezi az arcára, és hüvelykujjával az állát tartja, ez a partnernek a negatív értékelését jelenti. Ez be is bizonyosodott a videó által, pontosan egy olyan helyzetben alkalmazza ezt a mozdulatot, mielőtt félbeszakította Falus Ferencet, ugyanis már túl sok ideje mutogatta a statisztikai adatokat, ráadásul fogyott a műsoridő is, tehát elveszett az a fajta spontán szóbeli vita, ami egy műsort érdekessé tehetné, ebből tehát az következik, gesztusok szintjén is megtartotta a műsor vezetői szerepét. Miután áttekintettük a résztvevőknek a testbeszédét, térjünk át az elemzés következő szintjére, magára a beszédre. Mivel ez egy politikai vitaműsor, a műfaj sajátosságaiból fakadóan, ugye kompetitív kommunikációs stratégia érvényesül. Nyilvánvaló, hogy konfliktus áll fenn a felek között, mivel mind az emberek, mind a részvevők, ugye, illetve maga a közönség is tisztában van azzal, hogy a két oldalnak a célja inkompatibilisek. Miután áttekintettük Gödény és Tamásinak a nyelvi viselkedés és megnyilatkozásainak tartalmát, azokat különböző stratégiákba lehetett rendezni, amelyek átfedésben állnak a korábban elhangzott manipulációs stratégiákkal. Elsőként a nyelvi viselkedéshez sorolandó félbeszakítást emelném ki, mivel ez igen gyakran előfordul egy politikai vitaműsoron, persze ez nem minden esetben normaszegő. Itt a konverzáció elemzési átírási konvenció alapján jelöltük a beszédet, itt lehet látni az átfedéseknek is a helyét. A két esetben fordult elő elsősorban félbeszakítás a vírusrealisták részéről. Egyrészt akkor, amikor a
Falus és Boldogkői érvelni próbáltak. Falus, amikor például a Gödényék gyakran alkalmazott érzelmekre ható stratégiáját alkalmazta, miszerint, hogy ők reményt árulnak, és ráadásul jó pénzért, itt ugye hangsúlyozza az, hogy a Gödényéknek ugye érdekeltségeik is vannak a koronavírusban, és ez ekkor szakítja félbe Gödény, illetve a második esetben pedig Boldogkői próbálja felsorakoztatni a tudományos érveit, miszerint a bergamói kórházi esetek megvizsgálását követően kiderült, hogy számos beteg, aki elhagyta a kórházat, különböző problémákkal szenvedett, ilyenek voltak a szívproblémák, tüdőproblémák, és azokban az esetekben, amikor Boldogkői vagy Falus információkat közölt ilyen jellegű információkat közölt a vitaműsorban, Gödény vagy Tamási félbeszakította őket. Itt például azt láthatjuk, hogy Gödény a komorbiditásra utal, és próbálja átvenni a szót, hogy a Boldogkői nem mondhassa végig a tudományos alapokat. Ezek mellett még számos olyan példa volt, ahol nehéz eldönteni, hogy amúgy ez retorika-e vagy manipuláció, mivel be kell látnunk, hogy a vírusrealisták nagyon jó retorikai készségekkel rendelkeznek. Gyakori volt az, hogy mellébeszélést alkalmaztak, ami egy érvelési hiba, hiszen mindig sosem a válaszban kért információt adták. Például, amikor Gödény meg van kérdezve arról, hogy mondja el, hogy mikre hivatkozik, akkor ő úgy felel, hogy nem videókból tájékozódunk, tudományos cikkeket olvasunk, de majd idézek belőle, ha oda eljutunk, tehát nem mond egy szerzőt, vagy abban az esetben, amikor az influenza kerül szóba, hogy ki beszélt most influenzáról, de hát miközben eddig ők pontosan az influenzával állították párhuzamba a koronavírust, hogy ez is csak egy szimpla influenza. A következő gyakori érvelési hiba, amit a vitaműsorban észre lehetett venni, az maga a szánalomra appellálás, ami szintén érvelési hiba, de ezzel pedig a közönségnek az érzelmeire is tudnak hatni. Tamás gyakran kérte azt, hogy ne minősítsék őket, vagy azt mondta, hogy szánalmasnak tartja azt, hogy egy tudós ember, azaz Boldogkői, ilyen állításokat fogalmaz meg, és minősíti a másikat. Ezzel ugye egy részt a szánalmat, az együttérzést próbálta kiváltani a közönségből, ugye a vitaműsor nézőiből, illetve ez a Boldogkőjéknek a lejáratására is szolgál. További gyakori stratégia volt az, hogy a közhiedelemre appelláltak, ugye az egyik érvelési hibának tekintendő ez is. Ugye Gödény kiszól gyakorlatilag a közönséghez, hogy ő olyan dolgokról beszélne, ami az embereket érdekli, tehát a Boldogkőjék által képviselt nézetek irrelevánsak a közönségnek a számára. A tekintélyre hivatkozás, amely érvelési hiba, és ugye az előzőben manipulációs stratégiaként is fel lett tüntetve, szintén gyakori, különösképpen, amikor külföldi szaktekintélyekre hivatkoznak, de ahogy említettem, nem szoktak valós szaktekintélyeket megnevezni. Ugye Gödény azt állítja, hogy mi alapvetően külföldi szaktekintélyek, szakemberek véleménye alapján nem a hasunkra ütöttünk, akkor hivatkozik az Oxfordi, a Mainzi Egyetemre, illetve a Stanfordira. Itt egyébként érdekes az is, hogy az ágensének a szerepe, hogy ugye most az egyetemek mondják ugyanazt, amit ők, vagy ők mondják azt, amit az egyetemek. Tehát ezzel az is van sugallva, hogy ők állítják a legjobban, hiszen ezt már a többi egyetem is követi. Illetve még itt az utolsó példánál látható, hogy az OGYI-ra hivatkozik a maszkok esetében, miközben ez egy rossz hivatkozás, hiszen az OGYI-nak nem szerepe az, hogy nem kötelessége, meg nem is munkaköre, de tartozik az, hogy a maszkokat vizsgálja. A következő ilyen stratégia, ami rendszeresen előfordul, az az ismétlés, ahogy ezt a korábbiakban is hallhattuk. Gödény gyakran ismétli azt, hogy most talán utoljára elmondom, mert több helyen elmondta. Már itt ez akkor
abból a részletből lett kiemelve, amikor saját magukat vírusrealistáknak nevezi meg. Szintén gyakran utal a logikára. Ugye a logikával magára, a tudományra, a racionalitásra asszociálunk, tehát ennek van egy úgynevezett presztízse, amivel gyakran él Gödény, illetve szintén gyakori az, hogy hogy ilyen retorikai fogásként ismétel, hogy új tesztpozitív, új tesztpozitív, új megbetegedés, új nem tudom micsoda, illetve előfordul az, hogy ugyanazt a mondatot kétszer elmondja, mármint ugyanaz a tartalma, csak a szintaktikai szerkezetet módosítja, például itt, hogy a maszkok használata abszolút nem bizonyított, több tucatnyi olyan vizsgálat van, ami alapján nem bizonyították a maszkok hasznosságát. Ezt követően még fontos kiemelni azt, hogy úgymond a szómágiával is éltek, hogy ő most ők vírustagadók, vírusszkepticizmusnak a képviselői, vagy vírusrealisták, most a vírusrealistáknak nevezik magukat, és ugye a realistából a racionális gondolkozásra tudunk asszociálni. Egyúttal gyakran a fertőzöttet és a beteget vetik össze, és ezt is magyarázzák, hogy a laikusok számára, hogy mondjuk mit tekintünk betegnek, egy hétköznapi ember ugye elsősorban olyan emberre gondol, aki otthon köhög vagy lázas, nem pedig a fertőzöttre, aki úgy amúgy szintén veszélyben lehet. A következő gyakran alkalmazott stratégia, hogy próbálják kiváltani a szimpátiát, például Gödény kiemeli azt, hogy neki is vannak gyermekei, unokái is, akiknek félte a jövőjét, van egy idős édesanyja, 83 éves, de ő felelősen gondolkodik, nem össze-vissza beszél, illetve ugye a társas azonosulás is egy csoportba tartozik Tamási doktorral. Illetve az előző diát, hogy Tamási kiszól gyakorlatilag a közönségnek, hogy ő azt gondolja, hogy a nézőket meg kell annyival tisztelnünk, hogy értsék, lássák azt, amit a szereplő mond, a műsor vendége produkál, és nem pedig egy maszk mögött valamit motyog. Itt ugye Boldogkőire meg Falosra utal, ezzel ugye pozitív képet szeretne magáról kibocsátani, még a másik félnek a képét rombolni szeretné. Ugye a mellébeszéléshez hasonlóan gyakran figyelmen kívül hagyják a vita tárgyát, ami szintén érvelési hiba. Ugye párhuzamba állítják Olaszországot és Magyarországot, ugye szeptemberben Olaszországban jobban ki volt teljesedve már a járvány, mint Magyarországon, és ezzel vetik össze, hogy hol vannak ezek a halottak itt Magyarországon, vagy hogy a falus doktor miket jósol, hogy milyen dolgok fognak történni, de jelen pillanatban az adatok alapján nem. A következő gyakran alkalmazott stratégia a hitelesség védelme, hogy ők is felelősek, ők is felelősen gondolkodnak, és ami még gyakran előfordul, hogyha esetleg Boldogkőjék arra utalnak, hogy oltás ellenesek lennének, vagy valamilyen érdekeltségük lenne a vírusrealizmusból, Gödény azzal felelt, hogy ilyet az én számból hallott valaha, vagy nem mondja olyan vad dolgokat, amit soha nem mondtam ki. Gyakorlatilag ez az állítás lehet igaz is, hogy soha nem mondta ki, viszont Gödénynek az oldalain vannak olyan kérdések, vagy felületek, ahol mondjuk petíciót indított az oltások ellen, és azon az oldalon egyúttal az is látható, egy politikai párt, amelynek ő az egyik képviselője, logója. Aztán egyéb eszközöket is észre lehetett venni, ilyenek a nyomatékosító elemek, például az abszolút tegyük tisztába a dolgokat valójában, illetve a negatív konnotációjú kifejezések, hogy a járvány csak egy politikai akció, politikai vírus, téveszve, propaganda, ugye ezek a szavak negatív asszociációt váltanak ki bennünk, akár csak a riadalom, illetve Gödény a tudományos oldalnak az állításait hipotéziseknek nevezi, amelyek ugye nincsenek alátámasztva, ezért ugye azoknak az igaz voltát kérdőjelezi meg ezzel. Az előadásunk végére érve nem szükséges ugye összefoglalni az eredményeinket,
mert minden szakaszban részletesen beszámoltunk azokról, viszont az előadásunkból azért láthatóvá vált, hogy a vírusról másképp gondolkodok, azaz a vírusrealisták, milyen eszközöket vetnek be az álhírek megformálásától kezdve a szóbeli diskurzusokig, hogy bevetnek azért annak érdekében, hogy befolyásolják a közönséget a COVID kommunikációs során. És akkor köszönjük szépen a figyelmet. Köszönöm szépen én is. És akkor azt gondolom, hogy Enikőnek kellene talán átvenni a további beszélgetés vezetését első körben. Valami áttekintést vagy összefoglalót kapunk-e? És akkor a közönségnek pedig mondanám, hogy kérdéseket lehet feltenni az előadókhoz, aminek az lehet a módja, mivel nem látom a teljes népességet és mindenkit egy időben a képernyőn, hogy a chatboxba jelentkezik az, aki kérdést kíván feltenni, én pedig megadom neki a szót, ha van mikrofonja, akkor bekapcsolja és felteszi a kérdést, ha nincs mikrofonja, akkor a chatboxba beírja a kérdést, én pedig felolvasom. És akkor várunk a kérdésre, és átadom a szót Enikőnek, ha szeretné még kommentálni az elhangzottakat. Köszönöm szépen, nem szeretném különösebben kommentálni az elhangzottakat, remélhetőleg kiderült az előadásból. Az előadásnak a célja az volt, hogy megmutassuk, hogy itt a COVID-járvány helyzetben hogyan működnek az álhírek, és hogyan működik a manipuláció, akár írásos, akár multimodális szövegekről, diskurzusokról van szó. És a másik célunk, ahogy az elején említettem is, az volt, hogy megpróbáljunk néhány olyan pontot megfogalmazni, néhány olyan eszközt megnevezni, amit ha megjegyzünk, akkor találkozunk hírekkel, vagy nézünk ilyen műsorokat, akkor talán ezek eszünkbe jutnak, és segítenek minket abban, hogy észrevegyük, hogy valójában miről is van szó, hogy valójában hogyan akarnak minket befolyásolni, vagy hogyan akarnak minket manipulálni. Az álhírek felismerése pedig azt gondolom különösen fontos, nem csak a COVID-járvány kapcsán, hanem mindenben. Tehát most a COVID-járvány az tulajdonképpen csak egy esettanulmány volt a mi szempontunkból, ezen keresztül mutattuk meg azt, hogy milyen eszközöket tud nyújtani a nyelvtudomány, azon belül is a nyelvhasználat vizsgálata, a pragmatika területe ahhoz, hogy otthonosabban tudjunk mozogni a szövegértésben. Úgyhogy várjuk az észrevételeket, kérdéseket. Igen, ilyenkor szoktuk mondani, hogy lehet a második kérdéssel kezdeni, mert az első nehezen születik meg, de én annyit segítenék, hogy akkor én föltenném az első kérdést. Nagyon sokat fejlődik a számítógépes nyelvészet ezekben a napokban. Egyrészt azért, mert óriási korpuszok képződnek, amik hozzáférhetővé válnak, másrészt pedig azért, mert a számítógépes kapacitás úgy megnövekszik, hogy olyan elemzéseket el lehet végezni, amire akár csak egy évvel ezelőtt, vagy néhány évvel ezelőtt nem volt mód. Most többször felvetették a számítógépes nyelvészek ezt az árhír vadászatot is, és azt gondolom, hogy erre lehetne programozni nagyon könnyen, akár úgy, hogy valami egyszerű alkalmazást telepíthetnénk a gépünkre, ami persze mi gépünk nem rendelkezne akkor a számítástechnikai kapacitással, de valami központi kompjúterhez elküldeni, és akkor ezeket a szűréseket, amit itt mondtál, és amire persze nekünk sokat kellene tanulni, hogy így kifigyeljük és észrevegyük, akkor ezt egy algoritmus itt megtenni, és akkor úgy alkalomattán kivilágítaná azokat a gyanús kifejezéseket. Most ez nyilván nyelvfüggő, tehát ezt nekünk nem fogják angol anyanyelvű kollégáink megtenni, de hogy van erre esetleg valami törekvés, tudsz-e róla Magyarországon? Hát biztos, hogy van rá törekvés, és egyébként már Csendes Tibortól kaptunk is ajánlatot a chatboxban, hogy ezt automatizálni lehetne, és tulajdonképpen informatikus hallgató vagy szakértő kellene hozzá, aki segít, vagy aki megcsinálná a leprogramozását. Igen, tehát annak idején még 2007-ben készült egy kitűnő PhD disszertáció, Árva Janett írta, ami a manipulációval foglalkozott magyar és amerikai reklámszövegekben, és akkor ott próbált egy ilyen manipulációs szűrőt
létrehozni, már azt is lehetett volna, vagy lehetne automatizálni, de igen, lehet, abszolút lehet. Tehát egyszerűen igen. Csak össze kell találkozni a nyelvésznek és az informatikusnak, és ezt meg lehet csinálni, igen. Igen, ha jól értettem, Tibor azt ajánlotta, hogy a gesztusokat fogják elemezni, ami egy kicsit bonyolultabb feladat persze, mint a nyelvet elemezni, gondolom. De, igen, azt ajánlotta, de én már tovább gondoltam, tehát igen, a te kérdésedre is igen, a válasz mind a kettőre. Elnézést, én nem a gesztusokra gondoltam, hanem nyelvi elemekre. Tehát nálunk van egy ügyes számítógépes nyelvész kollégánk, a Berend Gábor, tehát ő nap mint nap ezzel foglalkozik, vagy ez a fő kutatási területe, hogy a Twitteren meg más hasonló fórumokon különböző nyelvi jelenségeket vizsgál, tehát a fölmerülő új kifejezéseket, szavakat és így tovább. Vagy egy másik mesterséges csoportunk, az pedig az ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt a betelefonálós központokat, ilyen szolgáltató központ, talán a Telekomnak van egy ilyenje. Tehát azokban érzelemkimutatást dolgoztak. Igen, Szűki Gábornak a kutatócsoportja is lényegében így próbálja meg piacosítani, ugye ilyen automatikus nyelvi szolgáltatásokat nyújtani. Tehát én egy olyan vicces dologra gondoltam, hogyha az Enikőik mutatnának 4-5 ilyen nyelvi elemet, amit könnyű felismerni, mondjuk ezt a sok írásjel, nagybetűs írásmód, meg ilyesmiket, akkor azokhoz mondjuk szerintem a legmókásabb az lenne, ha egy okostelefonos alkalmazással az ember az újságját nézni a telefon kamerájával, és az rátenné azt a jelet, hogy francokat, meg nem úgy van, meg és így tovább. De ez csak egy vicc nyilván, de annyi informatikus hallgatónk van, aki szakdolgozatot akar írni, hogy ezeket, tehát nem nagyon nehéz ilyeneket találni. Igen. Segítene. Ha jól látom, kérdéssel jelentkezik Erdélyi Eszter. Eszter, parancsolj, kapcsold be a mikrofonodat, és meghallgatjuk a kérdést. Igen, de én meg azt látom, hogy előttem még van Anett, aki azt mondja, hogy lenne egy rövid hozzászólása. A te kezed előbb fönt volt. Ja, jó, igen, hát van egy ilyen jelentkezés funkció, ugye a participants-nél egy ilyen kis kék kéz, tehát az van, hogy emeljük fel a kezünket, és akkor azt úgy talán jó követni. Egyrészt ehhez akarnék az előbb elhangzottakhoz, másrészt megdicsérni akarom a hallgatókat, meg a mentorukat, Enikőt, mert nagyon fontos, amivel foglalkoznak. És hát amit válaszoltál, Enikő, a Tibornak, hogy azért itt nagyon sok mindenre figyelni kell, kontextustól kezdve, azzal maximálisan egyetértek. Tehát lehet ezt mechanikusan is, akár azokat a nyelvi elemeket, amiket a hallgatók olyan szépen bemutattak és feltártak, akár egy tényleg odafordított kamerával fölismertetni, de azért ennek nagyon sok egyéb összetevője is van. Másrészt azt mondanám Tibornak, hogy a Berend Gábor az én tanítványom is volt, hál' Istennek, magyarból, úgyhogy örülök, hogy összeérnek a szálak. A Berend Gábor Deákos volt, ne haragudj. Nem mindenki Radnót is tudott, hogy van. Tehát azért van élet a Radnótin túl is. Tehát, hogy a másik dolog, amit meg szeretnék Enikőnek is mondani, meg a hallgatóknak is, vagy nem tudom, hogy merre fog majd folytatódni a kutatási irányotok, mert most nagyon jó volt itt a járvány a kapcsolatban ezeket meghallgatni, hiszen mindannyian rengeteget vívottunk, akik néztük, vagy követtük a Gödény kontra Boldogkő is a többi vitákat, hogy akkor van bajban például egy mezei állampolgár, nem beszélve egy magyar tanárról, aki vagyok én, vagy akik esetleg nem tudják, tehát egy magyar tanárról, aki például azzal kell, hogy megküzdjön, hogy az áltudományos nézetek azok nagyon gyakran hivatalos helyről érkeznek. Tehát például nyelvészetből, ugye a párhuzamos intézmények, László Gyula Intézet, Magyarságkutató Intézet, stb. Időről időre megszólítják ugye a televíziónak, közszolgálatin keresztül is a televízió nézőket, és professzori szájakból is elhangoznak dolgok, amelyekről nincs konszenzus, sőt.
Tehát ilyenkor óriási a probléma, mert azokat a minden egyben blog meg, amiket vizsgáltatok, az tényleg nagyon fontos, mert sokan rákattintanak és megoldanak egy kvízt, és aztán még el is olvassák azt, hogy nincs is járvány, de azért ezek súlyos dolgok, súlyos problémák, ezekkel nap mint nap meg kell küzdenünk. És általában nem természettudományos terepről, hanem inkább a humániáról érkeznek ezek a nagyon furcsa, és akkor finom voltam, hát mindannyian, akik ezzel foglalkozunk, vagy valamilyen módon találkozunk, tudjuk, hogy érkeznek ezek a tudománytalan, vagy áltudományos, nem bizonyított nézetek. Hogy esetleg ebbe az irányba is el lehetne kirándulni, és valahogy, hát nem tudom ennek még milyen egyéb hát megfontolásai vannak, de valahogy erről is érdemes lenne beszélni. A másik az, hogy nagyon fontos, amit csináltok, nyilván tudjátok, és hogy a tanárképzésben is. Tehát, hogy itt nem tudom, hogy ki, mert csak a szakjaikat mondták be a hallgatók, hogy van-e tanárszakos önök között. Tehát, hogy akkor a tanárképzésben is rendkívül fontos, hogy akármilyen szakos, tehát, hogy itt magyar szakos is van, töri szakos, ugye bemutatkoztak szépen, tehát, hogy a történelem szakos is előhozhatja mindezt a saját szakterületén, nem csak nyelvórán, vagy bárhol, akár még osztályfőnöki órán is előkerülhetnek ezek a problémák, és buzdítanálak benneteket, Enikő, és hát láttam, hogy itt Anita is itt van, hogy én részt vettem néhány éve egy tanár továbbképzésen ott a bölcsészkaron, és hogy ezeket szaporítsuk, vagy szaporítsátok a bölcsészkaron, hogy azok a tanárok is, akik már végeztek, is hozzájussanak ezekhez a nagyon friss kutatási eredményekhez, és hát képezzük őket is. Na, bocsánat, kicsit hosszú volt, de ezek a hozzászólásaim, vagy hozzáfűzni valóim, és köszönöm nektek, jó volt hallgatni. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, reagálnék gyorsan Eszternek a mondandójára. Hát az áltudományos nézetek, hogy úgymond olyan területeken is megjelennek, mint a tudomány, ugye, vagy legalábbis a tudomány színébe feltűnő bizonyos nézetek, amikről te beszéltél, mondjuk a nyelvtudományon belül, ugye a magyar nyelv rokonságával kapcsolatos kérdések, stb. Hát ez az MTA megfelelő szervei és osztályai küzdenek régóta ezzel a problémával, és időről időre ismeretterjesztő előadássorozatokat, konferenciákat szerveznek, ide-oda mennek. Na most TDK dolgozat, szakdolgozat, doktori dolgozat született a témából. Legutoljára most jelent meg idén Maticsák Sándornak egy kitűnő könyve a magyar nyelvről és rokonságáról, amiben sorra szedi ezeket a déli bábos nyelvrokonítási elméleteket, hogy ezek miért annyira hatnak, miért, mitől manipulatívak, és így tovább. Tehát ez a törekvés létezik. Hát a történettudomány területén, ugye ahol a másik ilyen terület, a bölcsészettudományokon belül, ahol vannak ilyen nem eldöntött viták, amiben nehéz eligazodni, hát arra nézvést mi annyit tudnánk csinálni, hogy ugyanezzel az eszköztárral ki tudnánk mutatni szövegekről, hogy azok milyenek, de egyébként ugye szakmai döntést nem lehet hozni. Rövid megjegyzés, hogy tankönyvekben már ott vannak. Igen, ezek. De ez ugye nem a mi kompetenciánk. Világos. Azokra a helyekre, ahonnan ezek bekerülnek a tankönyvekbe, oda a józan tudomány szele nem ér el. Igen, köszönöm szépen. Akkor javaslom, hogy adjuk meg Árva Janettnek a szót, egy rövid hozzászólás jelzett. Anett, itt van velünk? Igen, köszönöm szépen. Két rövid hozzászólást szeretnék tenni. Az egyik az, hogy ennek az automatizálása, tehát amikor azt a manipuláció szűrőt megcsináltam, akkor ugye ez még nem járt a fejembe, hogy ezt mennyi mindent lehet automatizálni, hát régebben is volt, azóta sokat fejlődött a technika, de most, hogy ezen agyaltam az ötlet, mikor felbukkant, azon gondolkodtam, hogy hát azért az már elhangzott, hogy a kontextus mennyire fontos, tehát hogy azért ez nehézség. Másrészt viszont az jutott eszembe, hogy van egy-két olyan
nagyon kulcs szó, vagy jelenség, amit azért lehet automatizálni. Tehát például ez a százalék elhangzott az elemzésben is. Tehát arra mondjuk lehetne keresni, hogy százalék, és akkor azt honnan tudjuk. És akkor lehetne egy ilyen, hogy ellenőrizd a százalékot, vagy mi a forrása az információnak. Vagy például a felsőfokú mellékneveket könnyebben ki lehetne szűrni. Szóval azt gondolom, hogy ennek nekiállunk, akkor lehetne egy pár ilyen jegy, de továbbra is azt gondolom, hogy nem lesz elegendő ez a gépi elemzés. A második, pedig Erdélyi Eszterhez kapcsolódik, hogy a disszertáció pont azzal végződik, hogy akkor most itt van ez a nagy manipuláció, és jaj, mind veszélyben vagyunk, akkor mit csináljunk ezzel? És akkor én elég sokat kezdtem foglalkozni a kritikus gondolkodással és annak az oktatásba való bevezetésével, csak aztán itt megálltam. De hogy ez lehetne egy olyan áthidaló megoldás, ami talán így minden tantárgyban, tehát minden tantárgyat érintő ez a kritikus gondolkodás, ennek a fejlesztése, és ezt meg lehetne csinálni akár tantár specifikusan is, és akkor ez nem vesz annyi időt igénybe, vagy a tanárképzésben folyamatosan felhívni a leendő tanárok figyelmét, hogy ezt alakítsák ki. Tehát ez egy hosszú távú folyamat, hogy ez már egészen korai szakasztól. És egyébként erre voltak ilyen kísérletek, de úgy tudom, hogy nem került be az oktatásba, amikor ilyen manipulatív reklámokat elemeztek gyerekekkel. Tehát én esett tanulmányokat olvastam, de úgy tudom, hogy ez nincsen benne. De igen. És a hál' Istennek a megmaradt úgynevezett mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyban ez létezik, ha jól csinálja az adott intézmény. Tehát van, illetve az 9-es nyelv, én gimnáziumban tanítok, tehát 9-es nyelvtan az tartalmazza a kommunikáció, tömegkommunikáció témakörnél ezt a lehetőséget. Na most, hogy ki él vele és ki nem, az egy másik kérdés, de igen. Na, ez megnyugtató. Mondjuk az én gyerekeim sose tanultak ilyenekről, csak tőlem hallottak, de igen, akkor legalább a lehetőség ott van, ez már jól hangzik. Köszönöm szépen. Igen, ezt a kritikai gondolkodást szívesen kommentálnám, mert közel áll a kutatási területemhez, de most inkább megadnánk a szót Szarvas Péternek, ha itt van velünk. Az volt a kérdés, amit beírt a chatboxba, hogy arra vonatkozóan állnak rendelkezésre adatok, hogy az álhírek vagy a valódi hírek rendelkeznek nagyobb olvasottsággal. Enikő, ha valamit mondanál erről, gondolom te vagy a címzett. Erre vonatkozóan nem sok mindent tudok mondani Péternek. Nyilván ezt meg lehetne nézni, tehát azt lehet mérni, hogy az internetes oldalakon hányan olvasnak el álhíreket valódi, hányan olvasnak híreket, ugye egyáltalán nincsenek megcímkézve a hírek, hogy most melyik álhír és melyik valódi hír, de hogyha elemeznénk, hogy melyek az álhírek, akkor ezt meg lehetne válaszolni ezt a kérdést, mert ugye csak össze kellene hasonlítani az olvasottságot. De mivel az álhíreknek a legnagyobb része clickbait vadászatra, tehát kattintásvadász hírről van szó, mert reklámokat adnak el a segítségükkel. Nyilván a nagyon nagy olvasottságra törekednek, mint a valódi híreknél ez nincsen. Tehát én azt gondolom, hogy bizonyára az álhíreknek nagyobb az olvasottsága, mint a valódi híreknek. Itt van egy érdekes szakirodalom, a Társadalmi Dilemma című film, gondolom, hogy többen ismerik és megnézték, és nekem is van ezzel kapcsolatban személyes tapasztalatom. Több számítógépen dolgozom, az egyik olyan, ami ismer engem, ott tudja a Google, hogy én vagyok, és a kereséseket ennek megfelelően tálalja elém, és van egy másik. Ha a saját gépemről, ami ismer engem, bejelentkezem, hogy YouTube-ot elkezdem nézni, akkor odarak nekem komoly zenét, Beatles, Rolling Stones és egyebeket, és ha egy másik gépről megyek be, amelyik nem ismer engem, akkor pedig rám ömlenek ezek az álhírek. Tehát ha most ugyanarról a gépről rákeresek, mondjuk az Akadémia Tudomány Ünnepe vírusügyi előadásaira, akkor olyan néhány ezres nézettséget látok, és ezek az áltudományos oldalak pedig ezek úgy, tehát nem egy, hanem így tucatjával egyik a másik után jön, pláne ha még valamelyiket meg is nyitom, akkor aztán jön a többi sorozatba, és tessék megnézni, tehát ezeknek olyan százezres nézettség simán összejön. Úgyhogy eléggé elkeserítő a helyzet. Igen, nem látom az újabb hozzászólót és a jelentkezőt. Én hadd tegyek fel akkor, Enikő, még egy kérdést.
Ugye a kommunikáció elméletben a metakommunikáció az általában hitelesíti a verbális kommunikációt, és a hazugságokat úgy lehet leleplezni, hogy a verbális kommunikáció és a metakommunikáció nincs összhangban. Viszont mi a helyzet akkor, hogyha ez a kettő összhangban van? Tehát mondjuk a lapos föld hívő őszintén hisz abba, amit mond, és az összes gesztusa, mimikája, testtartása, pozíciója minden metakommunikatív csatornán ugyanaz az információ áramlik és hitelesíti ezt. Ilyenkor mit tudunk tenni? Renáta, akar valamit mondani? Hát ilyen esetben szerintem itt az egy érdekes kérdés lehetne, hogy ebben az esetben hazugságnak tekintjük azt, amit mondjuk egy lapos földhívő mond, hiszen ő nem annak szánja, ő szintén hisz abban, és eleve ezt kellene eldönteni, hogy ez vajon hazugságnak minősül-e, vagy nem. Ez ugye az ő szándékából adódóan nem hazugság, de tudjuk, hogy a föld nem lapos, és ezáltal mégis egy hazugság, szóval ez egy ilyen kettős dolog, szerintem ez egy ilyen kis paradoxonszerű kérdés. De igen, akkor abban az esetben én nem feltétlenül mondanám, hogy hazudik az ő szemszögéből. Igen, még nagyon ügyesen válaszoltam meg szerintem benne Renáta kérdést. Igen, ő nem hazudik. Tudnék, a mi magyar nyelvhasználatunkban pont egy PhD dolgozat is születik a vezetésemmel a hazugságról, ami egy indonéz fiú ilyen interkulturális szempontból is megvizsgálja a hazugságot, és magyar jelenleg is folyik egy magyar vizsgálat. De a hazugság fogalom alatt a magyar nyelvhasználók azt értik, hogyha valaki hisz abban, hogy az információ, vagy tudja, hogy az információ, amit közöl, az téves, tehát ez az objektív nem igazság, másrészt szándékosan közli ezt az információt, tehát pontosan úgy van, ahogy a Renáta mondta, tehát a te lapos földhívőd, aki azt gondolja, hogy a föld lapos, és ebben hisz, ő nem hazudik, tehát a gesztusai ezért nem mondanak majd ellent annak, amit mond. Na most ebben az esetben ő szegény tévedésben van, és akkor a vita partnerének lehet ez egy szép feladat, hogy meggyőzze őt arról, és akkor most ugye a meggyőz szót használtam, nem a manipulált, meggyőzze őt arról, hogy nincsen igaza. Igen, na most ha ezt visszavetjük... Megmutatja neki a Foucault-ing a kísérletet például. Igen, ha visszavetítjük az idézett videó párbeszédre, Boldogkői kontra Gödény vitára, akkor fölmerül a kérdés, hogy az illető vírusrealisták vajon csak nem bontották ki az igazság minden részletét, vagy szándékosan tévesztik meg azokat, akiket megtévesztenek. Szóval, hogy meddig, milyen mélységig tud eljutni egy ilyen esetben a nyelvi elemzés, gesztus elemzés, kommunikáció elemzés? Hát tulajdonképpen egy bizonyos szintig lehet csak eljutni, ugyanúgy, mint a kommunikációban bármikor, soha nem tudhatjuk, hogy a másik fejében pontosan mi van. Tehát az elemzővel is így van. Tehát feltételezéseink vannak arról, hogy az elemzett beszélgetésben a résztvevő felek milyen szándékokkal rendelkeztek, erre következtetünk az ő verbális viselkedésükből és nem verbális viselkedésükből, tehát a kommunikációban egyfajta elmeolvasás zajlik, de ugyanúgy, ahogy a kommunikációban résztvevő felek sem lehetnek biztosak soha abban, hogy jól olvassák a másik elméjét, teljesen tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy a másik mit akarhatott mondani és sugalni, így az elemző sem lehet teljesen tisztában ezzel. De azért egy bizonyos határig elég jól meg lehet mondani azon tapasztalatok alapján, ahogy működni szokott a kommunikáció. Igen, köszönöm szépen, közben Nagy Margit jelezte a következőt. Hozzászólnék, ha van még idő. Aha, van még idő részhez. Annyit mondanék, hogy az a hozzáállásom, mint a jobb kocsmáknak, nem zárunk be, amíg van vendég. Úgyhogy tegye meg a hozzászólását. Köszönöm szépen. Tehát én úgy gondolom első körben, hogy tudással és ismeretekkel kellene ellátni a diákokat ahhoz, hogy ezeket az álhíreket
kiszűrjék maguktól, egészen addig, amíg számítógépes programot nem írnak ehhez, vagy ez ellen. Én nagyon nagy hibának, vagy hát nem hibának, inkább oknak látom azt, hogy nincs megfelelő ismeretük a diákoknak. Tehát lehet, hogy az oktatás is tehet ez ügyben valamit, de ez meg ugye egy kicsit ellentmond annak, hogy a Gödény szaggyógyszerész. A Tamás, ugye jól emlékszem, úgy hívták azt az orvost, ő meg orvos. Tehát Tamási. Itt meg a... Te Tamási? Tamási, avval Tamási. Kell mondani. Mi is sajnos mindannyian rosszul mondtuk. Itt távollétében is elnézést kérünk tőle. Értem, tehát ők képzett emberek, de én elég sok képzett embertől hallok nyilván ellentmondásos információkat éppen a Covid-dal kapcsolatosan, bár azért van egy fő vonal, amely szerintem tartja magát, és azért az eléggé domináns. Ezek az emberek szerintem azért tudják az ő gondolataikat népszerűsíteni, mert részigazságokat mondanak. Tehát a részigazság szerintem nagyon fontos abban a kommunikációban, amiket itt láttunk a bejátszott. Én is láttam egyébként ezt a műsort, borzalmasnak tartottam, nagyon sajnáltam az Egont, a műsorvezetőt, mert szerintem ő egy nagyon jó műsorvezető, de majdnem, hogy elveszett ebben a műsorban, nem csodálom. Szóval a részigazság és a teljes igazság közötti részt kellene valahogy kitölteni, hogy fel tudják ismerni a gyerekek, a felnőttek ezeket az álhíreket, amiktől én rettenetesen szenvedek, és már a hidegráz, amikor csak elolvasom, hogy ha nem tudtad volna, olyat mondod, hogy, és akkor pont, és kattints rá, majd aztán meglátod, hogy milyen ostobaság lesz ott a végén. Én csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Várjuk a kérdéseket. Eszter? Nagyon rövid a hallgatókhoz, hogy nem figyelték meg magukon, hogy már úgy figyelik embertársaikat, hogy milyen gesztusaik vannak, és már így elemzik, már nem is merek én se semmit se csinálni most itt a fotelemben, nehogy lelepleződjek, hogy valamit rosszul csinálok. Tehát, hogy nincs egy ilyen megfertőzöttsége az embernek, amikor ezzel hosszan foglalkozik, hogy már úgy sasolgatja a partnereit. Szerintem van, mondjuk én ugye nem ezeket a gesztusokat figyelem, hanem én a manipulációt, de már mindenhol. Tehát, hogy már szerintem oda is oda látom, ahol nincsen, de reklámokat azt most már abszolút így nézem. Tehát még például itt ugye a YouTube-on mindig bead ilyen hirdetéseket, és ez eddig ki volt kapcsolva. Na most én ezt már visszakapcsoltam, és most már figyelem ezeket, konkrétan ezeket a reklámokat. Szerintem, hogyha valaki hosszan foglalkozik egy témával, óhatatlan, hogy teljesen beleveszik akár kutatási téma, akár bármilyen. Én például nyilván most a gesztusokban is, illetve személyesen a verbális agresszió megjelenésével, a Facebook kommentekben is ebben nagyon el lehet veszni, és néha kell egy kis szünetet tartani, illetve minél többet tanulunk, én is már ez a 6. évem, ugye most vagyok elsős a doktori, mert tanultam 5 évet, minél többet tanulunk, például a manipulációról, annál többet alkalmazunk a saját életünkben. Igen, úgy látom, STE kérdezne. Mi tudjuk, ki van az STE mögött, de meg is hallgatjuk most. Oké, Bibok Károly vagyok, de itt már legalábbis, amikor elkezdődött ez az este, akkor ez kiderült, de ha később kapcsolódott be valaki, és nem ismeri fel így a félfejemet, akkor én vagyok. Azt szeretném mondani, hogy volt az előadásban egy olyan mozzanat, hogy bizonyos fogalmakat megpróbáltak elválasztani egymástól és külön kezelni, például ugye a manipuláció kapcsán meg Enikő tett megjegyzést, hogy nem azt mondja, hogy manipulál, hanem azt mondja, hogy meggyőz. Én azt szeretném mondani, egy picit engem zavar, nem vagyok teljesen tisztában a terminológiával, de amiről itt ma szó volt példák kapcsán, az sok esetben nem fake news számomra, meg nem álhír számomra. Tehát az, ami egyszerűen csak hatásvadász, az egy másik kategória szerintem, mint amikor téves dolgokat közölnek egy újságcikkben. Az, hogy ilyet még nem hallottál, ez egyszerűen csak hatásvadász dolog. Persze az ember nagyon
hogy mondjam, pofára esik, mikor rákattint, mert kiderül, hogy tulajdonképpen nem igazi száműzetésről van szó, hanem csak az ételek, bizonyos ételek nem megengedettek a Buckingham palotában. Tehát nem tudom, hogy akik foglalkoznak vele, mennyire van itt ilyen kategorizálási lehetőség. Hát én erre azt válaszolnám, hogy alapvetően itt tényleg nem egy fake newsról van szó, hanem tényleg csak arról, hogy az embernek van egy gondolat, egy ilyen előfeltevése arról, hogy mit fog olvasni ebben a cikkben, és ahhoz képest teljesen más fog tartalmazni a cikk, és ezáltal válik megtévesztővé. Hát tulajdonképpen ugye az is két dolog, hogy mit téveszt meg. A cím megtévesztő, és nem egészen lehet tudni tulajdonképpen, mikor könyvvel is van így az ember, hogy mikor kezébe veszi, nem biztos, hogy tudja, hogy pontosan mire számíthat. De amikor a könyvnek vagy a cikknek a tartalmát nézzük, ott tulajdonképpen minden úgymond rendben van, még akkor is, hogyha egy teljesen banális vagy hétköznapi dolgot állít be szenzációként. Erre azt is szeretném, hogy ez a királynő is példa nem feltétlen jó arra, de nagyon sokszor van olyan, hogy csak a szalagcímet olvassák el az olvasók, és gondolkodás nélkül megosztják őket közösségi oldalakon. És így teljesen, tehát így teljesen terjesztik azokat, amik igazából nem is megalapozottak. Egyébként ez, amit említettél, ez egyszerűen az érzelemre appellálás kategóriája, tehát ez egy bevett stratégia, ez egy hibás informális logikai érvelési hiba, és azon belül van az érzelemre appelláláson belül egy pár alkategória, ez például a ritkaságra appellálás volt. Tehát tulajdonképpen egy ilyen lead-int lehet azonosítani, és ezek ugyanazok az ismétlődő fordulatok, amivel becsalinkázzák az embereket a kattintásra. Egyrészt, másrészt meg, amikor Cynthia elemezte ezt a címet, akkor ugye ő említette, hogy ott a szintaktikai szerkezet alapján azt várjuk, hogy száműzte a palotából, meg a mondat kontextusából azt várjuk, hogy ott egy személyről van szó, akit száműznek, ugye ezt szintén említette a mondatában, és ehelyett pedig egy valamit lesz a fokhagyma, meg az ételek. Tehát emiatt ez az álhír kategóriába is beletartozik, és ugye itt az a lényeg, hogy ha csak a címet látja valaki, akkor ez a téves információ, ez az álhírség rögzül neki, hogy valakit száműztek a palotából. Ha meg rákattint, akkor meg már ott van a clickbait hatás, meg amit az Anett mondott. Lehet, hogy régen úgy oktatták az újságírókat, hogy tessék érdekes címet adni. És hát tulajdonképpen nincsen másról szó. Egyszer tartottam újságíróknak órákat, és amikor én azt mondtam, hogy meg vagyok rökönyödve, hogy olvasom a címet, és utána nem az van a cikknek a kifejtésében, azt mondták, hogy hát újságot kell írni. E kettő nem mond ellent egymásnak. Lehet úgy érdekes címet adni, hogy nem álhír gyanús, vagy nem álhír. Én nem tudom, hogy álhíre. Tehát azt nem mondanám, hogy amit ez a Buckingham palotás... Valós információ, hogy valakit száműzött, vagy nem. Ne, de nincsen benne, hogy valakit. Egyszerűen ez csak egy tipikus... Hát egy implicit argumentum van. Ne. Nem. De. Tehát az, hogy száműzte, azt lehet többféleképpen érteni. Nem kötelező, csak arra áll rá az ember agya, hogy száműz valakit. De nem erről van szó szerintem. Ez egyszerűen játék a szavakkal. Igen, úgy látom, hogy vannak hozzászólóink. Egy pillanatra adjuk át a szót Brau Melindának, ha jól látom, az ő hozzászólását jelezte Tibor. Igen, üdvözlök mindenkit, egy kicsit részlegesen tudtam részt venni, és bocsánat, lehet, hogy egy kicsit off-topic lesz, amit mondok, de az előbb egy hozzászóló mondta, hogy van, hogy a mondatban
nyilván van részigazság, és akkor ezt kellene erre fölhívni akár a diákság figyelmét, hogy hogyan elemezzék a mondatot, hogy azért van benne valami igazságtartalom. Na most én nyelvtanár vagyok, 40 éve nyelvvizsgáztatok, nyilván a nyelvvizsgák is ilyen eszközökkel élnek, hogy ugye meg kell állapítani egy állításról, hogy igaz vagy hamis, és abban nagyon sok minden benne van, vagy három mondatban van, mindegyikben van egy picike igazság, de végül is nem igaz az összes állítás, mert úgy állapították meg, és egyébként ezt szerintem lehetne tréningezni, akár anyanyelven is, nem csak idegen nyelven, hanem akár magyar nyelvtanórákról is el tudom képzelni. A másik meg, ami eszembe jutott, hogy ugye itt szó volt a gesztusokról, különféle kézmozdulatokról. Én azt figyeltem meg, hogy ugye van az a mondás, hogy ne hazudj a szemembe, hát én úgy érzem, hogy az én szemembe egyébként lehet hazudni, de a fülemre nem. Nem tudom, hogy ez inkább azt gondolom, hogy már nem a nyelvészethez, hanem lehet, hogy már egy kicsit a pszichológia irányába menne, de én sokszor az az érzésem, hogy persze ilyenkor nyilván ismerős emberrel kell beszélni, de sokszor már telefonon sokkal jobban meg tudom azt állapítani, már ahogy levegőt vesz, mielőtt elkezdene beszélni, hogy milyen a hangulata, mi lesz ebből, és egyáltalán mennyire lehet komolyan venni. Nem tudom, hogy van-e ilyen tapasztalat a másnak. Bizonyos hazugságokat biztos le lehet leplezni. Ugye olvastuk a hírt, hogy mesterséges intelligencia a köhögésből vagy a beszédből fölismeri, hogy valaki fertőzés gyanús-e, tehát valószínűleg lehetne szűrni az igazság tartalomra is. Talán arra inkább csak, hogy a beszélő igaznak érzi, amit mond, mert ha igaznak érzi, akkor a gép biztosan nem tudja kiszúrni. Látom Szeteli Annát, hogy ehhez a dilemmához hozzászólna. Itt van Anna? Igen, elnézést, én most kameraképet nem tudok kapcsolni, elnézést a nonverbális elemzők miatt. Nekem az jutott eszembe, hogy ugye a hazugságnak ez a szürke zónája, hogy mikor clickbait még valami, és mikor hazugság. Nagyon érdekes posztba akadtam a minap. A 444 úgy osztotta meg olyan címmel az oxfordi vakcináról a cikkét, hogy az oxfordi vakcina 70%-os hatékonyság, vagy valamilyen 60-70 körüli százalékot írtak a címbe. Aztán a cikket megnyitva, és bocsánat, még a Facebookon ezt úgy osztották meg, hogy fölé írták, hogy és kormányunk ebből foglalt le 6,5 millió darabot. Tehát ez arra utalt, hogy ez egy alacsony hatékonyságú vakcina, és a kormányunk ebből sokat lefoglalt, tehát egy valamilyen rossz, azt akarták azt a hatást kelteni, mintha valami nagyon rossz döntés történt volna most. Aztán a cikket megnyitva valójában arra leszünk figyelmesek, hogy ezt a vakcinát kétszer kell beadni, tehát egy beadás után 60-70 körüli a hatékonysága, viszont kétszeres beadás után 90% fölötti akár csak a Pfizer vagy a többi vakcinának. És én ezt nagyon érdekesnek találtam, mert hogyha a többi vakcinánál a lehető legmagasabb hatékonyságot tüntetjük fel, akkor egy másiknál miért egy alacsonyabbat tüntetünk fel. És ez is egy olyan dolog, hogy nem teljesen hazugság, nem mondhatjuk, hogy hazugság, mert valóban, ha egyszer adjuk be 60-70%-os, azonban ezt kétszer kell beadni ahhoz, hogy elérje a maximális hatásfokát. Tehát ezt csak ezt szerettem volna ehhez a királyi palotáshoz hozzáfűzni. Hogy erről esetleg kinek mi a véleménye. Én is mondtam volna közben, hogy jött ki. Igen, bennem az a következtetés alakult ki a mai előadás alapján, hogy formai elemek alapján a hazugságok egy részét ki lehet szűrni, manipulatív szándék egy jelentős részét ki lehet szűrni. Talán úgy, mint ez az említett teszt, hogy mondjuk 60-70%-át ki lehet szűrni, és ha hatékony a kommunikátor, és akkor azt gondolom, hogy itt meg kéne különböztetni az igazság tartalmat, meg azt, hogy mennyire hatékonyan kommunikálja valaki azt, amit mondani akar, és hazugságot is el lehet adni hatékonyan. Szóval nagyjából 70% mondjuk, amit le lehet szűrni a formai elemek alapján, és a végső soron pedig a tárgyi tudás az, ami segít. Tehát valahol utána kellene nézni annak hiteles forrásokban, hogy amit az illető mond, akkor az úgy van-e. És erre lehetne talán az embereket
késztetni, kondicionálni, sőt az oktatásnak ez lenne a feladata. És nagyon fontos, hogy a Magyar Tudományos Akadémia működtet egy ilyen honlapot, ahol ezeket a kétséges információkat hitelesen ellenőrizni lehet. Konszenzusan abban, hogy a Wikipédia is nagy részt igazat mond, tehát ott nagyon gyorsan lebuktatják és javítják, ha valami nem úgy van. És akkor ez a végső biztos forrás. Most itt többször felmerült a kritikai gondolkodás. Ez egy nagyon fontos eleme annak, hogy a gyerekeket fölkészítsük a hazugságokkal szembeni ellenállásra, hiszen nem lehet mindig a tartalmi tudást vagy a tényeket ellenőrizni. Viszont ez se korlátlan, tehát ennek is megvannak a lehetőségei. Amerikában ezt nagyon régóta művelik, és hát látjuk, hogy meddig jutottak el. És végső soron ez egy nagyon nagy mozgalom, a kritikai gondolkodás fejlesztése, és ha lefejtünk róla minden ilyen elemet, amit nem tudunk ellenőrizni, vagy nem tudunk bizonyítani, nem tudjuk megmondani, hogy az micsoda, akkor visszajutunk oda, hogy a tudományos gondolkodásról van szó. Tehát hipotézis formálás, hipotézis ellenőrzés és állandó kritika. Na, tulajdonképpen ez a természettudomány megfelelő tanítás, a tudományos gondolkodás fejlesztése az az egyik olyan biztos útja a kritikai gondolkodás fejlesztésének, amire módszereink vannak, és amit tudjuk, hogy működik. Én kitöltöttem a csendet, és nem látok újabb kérdést. Igen, biztatom a jelenlevőket, hogy forduljanak kérdéssel akár az előadókhoz, akár a korábbi kérdésekkel kapcsolatban megnyilvánulókhoz. Bocsánat, nem akarok már annyiszor hozzászólni, elnézést kérek, de Karcsi, te nem azt kérdezted meg Anna is, hogy mi különbözteti meg a hatásvadászatot a megnyitás utáni hazugságtól? Tehát, hogy történt száműzés? Történt. Az most már mindegy, hogy embert vagy fokhagymát, de végül is, hogy mondjam, akkor az, hogy soha nem láttál még ilyet. Rákattintok, tényleg nem láttam még ilyet, egy ekkora marhaságot mondjuk, de valóban, tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dilemma, és amit az Anna mondott, ugye arra volt célzás az előadásaikban a hallgatóknak, hogy részigazság vagy elhallgatás, tehát az szerepelt is ez a kritérium, hogy csak a felét mondjuk el az oltási érvényességnek, de szerintem is érdekes ez a clickbait, meg amit a Karcsi felvetett. Karcsi? Igen, összesen csak annyit mondanék, mert akartam korábban is az Eszterhez csatlakozni, talán ő emelte ki legjobban, hogy nagy dicséret illeti a hallgatókat. Itt most akkor megragadtam az alkalmat én is, hogy ezt kimondjam. A másik dolog meg, amit szerettem volna tulajdonképpen úgy sugallni, az volt, hogy érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy valahogy egy kicsit árnyalni ezt a kategorizációt, hogy milyen hírekről is van szó. Tehát lehet, hogy különböző megnevezéseket ki lehetne találni. A valódi hír meg a fake news nem fedi le teljesen ez a két megnevezés azt, amiről szó volt ma. Egyszerűen csak az elnevezésen, vagy esetleg megkülönböztetéseken kellene egy kicsit érdemes lenne ezen gondolkodni. Mert van kísérlet, hogy Conteo, hogy hack, hogy clickbait. Akkor ezeket következő feladat a hallgatóknak, vagy akit érdekel. Eszter már több elnevezést is említett, én csak azt mondtam, hogy tulajdonképpen nem csak valódi meg álhír van, hanem van a hatásvadász hír, ami ugye nem föltétlenül fake news, vagy nem minden esetben fake news, de Eszter sorolt már több ilyen elnevezést. Tehát ugyanúgy, ahogy kezdődött tulajdonképpen a kommunikáció vizsgálatával is. Mert
eredetileg a kommunikáció az tulajdonképpen információ átadás, ez volt. És aztán jöttek a különböző elméletek, amik azt mondták, hogy tulajdonképpen nem csak ennyi a kommunikáció, illetve amikor jött az, hogy kell az informatív szándék mellett a kommunikatív szándék, akkor utána jött az a dolog, hogy nem fed le mindenféle nyelvhasználatot, tulajdonképpen ez a kétféle nyelvhasználat, az informatív és a kommunikatív nyelvhasználat. Ahogy Anett is csinálta a manipulációval, tehát különböző kategóriákat kell itt bevezetni még szerintem. Köszönjük szépen a megjegyzést, ez mindenképpen, tehát hogy mi sem azt szeretnénk, hogy csak álhírek és csak valódi hírek, csak most ezen az előadáson inkább egy ilyen általános képet szerettünk volna mutatni, hiszen elég sok mindennel foglalkoztunk, sok mindennel foglalkozott a három különböző csoport, és inkább igyekeztünk egy ilyen kis ízelítőt adni. De természetesen ez nem csak ennyiből áll, és nem csak ezt a két kategóriát különíthetjük el egymástól. Igen, köszönöm szépen, várjuk a következő kérdést vagy hozzászólást. Én is gratulálok akkor a kutatócsoportoknak a munkájához, és még egy kérdést feltennék, ez pedig az, hogy ebben a kontextusban akkor mit jelent a kommunikációs tréning? Ugye elég közismert, hogy bizonyos politikai pozíció fölött, vagy állami hivatal betöltése fölött a munkatársak kommunikációs tréningen vesznek részt. Tehát hatékonyan el kell adni, amit kommunikálni akarnak, és hogy az, amit itt most láttunk, az két irányú. Az egyik az, hogy megtanuljuk leleplezni a hamis kommunikációt, de ha egy kommunikátor erre a tudásra szert tesz, amit itt most hallottunk, akkor pedig jobban be tud csapni bennünket. Szóval akkor hogy van itt? Hát ez pontosan így van, ahogy Csapó Benő mondja, a hallgatók számtalanszor hallják tőlem különböző pragmatika kurzusokon, amikor a manipulációról, meg általában a szóbeli befolyásolásról tanulunk, hogy ez két szempont miatt fontos ismerni azokat a nyelv és nyelvhasználati kifejező eszközöket, amelyek alkalmasak lehetnek manipulációra. Egyrészt azért, hogy észre tudjuk venni, hogyha minket manipulálnak, másrészt azért, hogy mi magunk jó manipulátorok tudjunk lenni. És nem kell a politikába menni ahhoz, hogy belássuk azt, hogy szükségünk van. Lehet, hogy ez túl erős állításnak fog hangzani most a számból, de mindannyiunknak szüksége van arra, nem csak, hogy felismeri a manipulációt, hanem hogy manipulálni tudjon. Ráadásul egy csomó olyan foglalkozás, egy csomó olyan szakma van, ahol ezt a hétköznapokban alkalmazzák. Hát gondoljunk csak meg egy tanár esetében, mondjuk egy dolgozatírás előtt, amikor a félelemkeltés stratégiájával él, mert azt akarja elérni, hogy a diákok tanuljanak, vagy az egyetemi oktató a vizsga előtt, vagy amikor az orvos azt akarja elérni, hogy a beteg adherens legyen, bevegye a gyógyszerét, vagy a gyógytornász, hogy csinálja otthon a gyakorlatokat, használják ezeket a technikákat, vagy egy párkapcsolatban, egy férj meg egy feleség, a kamasz gyerekekkel szembe. Én el szoktam mondani, és a gyerekeim szoktak ezzel tréfálódni, vagy tréfálkozni, hogy ugyanannyi, már kijártuk a Pragmatika 2-t is, ők egyáltalán soha egy órára se jártak hozzám, de ugye hallják itthon, vagy hallottak ilyet itthon, el szoktam mondani órákon is, hogy mondjuk amikor a kamaszkorban a gyerekek nem tűrik a direkt utasításokat, akkor mit tud csinálni a szülő? Vagy belemegy a konfliktusba, és van a veszekedés, vagy pedig alkalmaz egy manipulatív stratégiát, és indirekt beszédmódot kezd el használni. Én nagyon sokszor csináltam azt, hogy meg kellett csinálni valami dolgot. Itthon tudtam, hogy nem szeretik, de meg kell csinálni. Mit csináltam? Egy vagyos mellékmondattal felajánlottam egy sokkal rosszabbat. Például azt mondtam, hogy leviszed a szemetet, vagy kipucolod a vécét.
és akkor örömmel választotta azt, hogy leviszi a szemetet. És nem volt konfliktus, de ha csak azt mondom, hogy vidd a szemetet, konfliktus van. Tehát ez is manipuláció. Tehát nem úgy van a manipuláció, mint ahogy ezt az értelmező kézi szótárak, vagy az egynyelvű szótárak írják, hogy ez egy csak negatív, csak rossz, csak etikailag elítélhető valami. Ez egy olyan nyelvhasználati technika, egy olyan nyelvhasználati módszer, amellyel az emberek próbálják egymást úgy befolyásolni, hogy konfliktusmentesen alakítsák a másiknak a viselkedését, véleményét, és nagyon gyakran úgy teszik, hogy még az a másik illető az még úgy is érezze, hogy mint egy saját magától, például ha implicit jelentéseken keresztül történik ez a befolyásolás, akkor ő úgy érzi, hogy saját maga jött rá arra, hogy ő hogy viselkedjen, mit csináljon, mit gondoljon, mit érezzen. Na most, hogyha ezt tömegekkel csinálják mondjuk a politikai propagandába, az már akkor egy másik kérdés azért egy kicsit. Tehát ott azért, ott már ugye a szociálpszichológia, a tömegkommunikáció, lélektana, sok minden bejön, jogi dolgok, tehát az már nem csak a nyelvésznek a, hogy úgy mondjam, hatásköre, hogy arról mondjon valamit. Mondhatjuk azt, hogy a hatékony kommunikáció az lehet egy szinonimája a manipulációnak, egy értéksemleges negatív konnotáció nélküli megnevezése. Nem mondanám ezt. Szerintem sem. Nem, semmiképpen. Tehát hatékonyan lehet kommunikálni manipuláció nélkül is. Tehát a befolyásolásnak vannak más eszközei, és ezeket a Márkó fölvillantotta a diasoron, ugye a meggyőzés, rábeszélés, meg vannak ennél kicsit durvább, például a rábeszélés, ami kifejezetten érzelmekre ható befolyásolási technika, vagy kényszerítés, késztetés, stb. Meggyőző, a meggyőzés módszerével is lehet hatékonyan kommunikálni. Inkább csak azt mondanám, hogy ha nem érünk célt mondjuk a meggyőzéssel, vagy úgy látjuk, hogy nincs arra idő, hogy a másik racionálisan belássa az érveinket valami ok miatt, vagy nem is képes rá, akkor uram, bocsá, az nem hiszem, hogy túl nagy bűn, hogyha az ember más módon próbálja befolyásolni. Szerintem mondjuk az ok meg a cél lehet egy ilyen etikai választóvonal, hogy amikor az Enikő példájára utalva a gyerekre valami munkára kérem, az a család közös érdeke, de hogyha valaki azért manipulálja másikat, mint a reklámokban, vagy politikai célból, hogy legyen egy 100 000 új szavazója, és ez hazugsággal éri el, akkor az nyilván azzal nem tudunk azonosulni. Igen, erre próbáltam utalni, hogy ez már akkor nem egyéni probléma, vagy egyéni gond, hanem hát ugye társas viszonyokból, társadalmi viszonyokból adódó. De mindenesetre, hogyha el tudnánk érni azt, amit Eszter is említett, meg Csapó tanár úr is említett, meg Kacs is mondta, meg még Anett is többen, hogy egyfajta szövegértő, kritikus módon történő tartalomfogyasztással rendelkezzenek az emberek, akkor nagyon sokat lehetne előrelépni. És mi most az előadásban arra törekedtünk, még ez Karcsi felvetésére is, hogy lehetne tovább kategorizálni, meg nem csak ez a két kategória van, hogy álhír, meg valódi hír, is egy kicsit válasz, hogy mi szerettünk volna néhány olyan pontot kiemelni, vagy néhány olyan az álhíres részben is néhány olyan tényezőt megmutatni, vagy lépést megmutatni, amelyek segíthetnek abban, hogy rájöjjünk arra, hogy itt nem valódi hírről van szó. És aztán persze lehet kategorizálni, ez nem egyszerű feladat, lehet kategóriákat csinálni, nyilván majd a kutatás további részében ezzel fogunk foglalkozni, de most ez nem volt, hogy úgy mondjam, olyan sarkalatos kérdés a számunkra, hanem inkább az volt, hogy azt megmutassuk, hogy vannak eszközök arra, hogy valamilyen szinten kimutassuk azt, hogy valami álhír, hogy valami manipuláció írott szövegekben, illetve hogyha
illetve hogyha szóbeli kommunikációról van szó, mint a vitaműsorban van, akkor meg még a nemverbális kommunikációt is hozzávéve, az ott előforduló nemverbális jeleket, gesztusokat, stb. Ezeket együttesen figyelembe véve lehet valamit mondani arról, hogy egy viselkedés az manipulatív vagy nem manipulatív, hogy hazug vagy nem hazug, és így tovább. És például ez az ELAN elemző rendszer, ezt mi azért szerettük, vagy azért szeretjük nagyon használni, mert ugye, ahogy látszott is a felületen, amit megmutattunk, egyszerre lehet kezelni, egyszerre lehet látni azt, hogy mi történik a verbális szinten, és mi történik a nem verbális szinten is, mert ez is egy nagy, és kontextusában, mert ez is többször elhangzott, meg ugye a chatboxba is beírtam én is, hogy a kontextus függőség itt nagyon fontos dolog. Tehát emiatt nehéz egyébként az automatizálása is a dolognak, bár a pragmatikának, ugye a komputációs pragmatika területe, amit Magyarországon még nem nagyon művelnek mert ez nem tudom, hogy mondják Tibor pontosan, de ez ilyen nagy feladatnak számít, és nem nagyon vágnak bele, morfológiai, szemantikai elemzések, stb. Beszédprodukció, beszédértés, ilyenek már vannak, de ezt a komputációs pragmatikát még nem nagyon művelik Magyarországon, de ez az a terület, ami azt a problémakört próbálja kezelni, hogy a megnyilatkozások meg a verbális viselkedés hogyan kontextualizálódik, és mik azok a kontextuális jegyek, amelyeket figyelembe lehet venni ahhoz, hogy szándékokat lehessen azonosítani. És ha ezt meg tudjuk csinálni, ezt tudjuk automatizálni, akkor lehet igazán jó manipuláció, hazugságszűrő, álhírszűrő programokat írni. Még a szerzőktől kérdezhetnék annyit, hogy hogyan lesz ezekből az elemzésekből tudományos cikk. Tehát csak kvalitatív elemzés lesz, és akkor megmaradnak ezek az illusztrációk, ahogy most hallottuk, vagy pedig egy nagyobb mennyiségű adat keletkezik, amire valami fajta statisztikát rá lehet ereszteni. Tehát kvantifikálni valahogy ezeket az összefüggéseket. Hát az a probléma, hogy ez nagyon-nagyon időigényes, mivel hogy minden egyes, ugye ez a 12 perc is azért nagyon nehéz volt maga a szegmentálás is, mivel hogy mindegyik gesztusnál külön egyesével lettek elválasztva egymástól a gesztusok, mind a törzs esetében, mind a szemöldök, illetve a kézi gesztusoknál is, és ehhez egy nagyobb, úgymond egy ilyen brigád kellene ahhoz, hogy most akkor egy nagyobb korpusz létre tudjunk hozni, és azt lehessen elemezni, mivel nagyon időigényes és nehéz feladat. Meg az elemzés közben, ugye ez még gyakorlatilag egy ilyen esettanulmánynak minősül, mivel hát szeptember 22-én, vagy hogy jöttünk össze, szóval nem volt időnk egy nagyobb korpuszt létrehozni, de ugye ezt a videót tudtuk kiemelni, és jobb lenne, ha ugye más műsorokkal is összevetni ezeket a gesztusokat például, de ez szerintem csak a kvalitatív elemzés lesz, egy esettanulmányt fogunk bemutatni, hogyha sikerül egy cikket írnunk. Igen, nem számítunk a kvantitatívra, viszont az meg tudjuk majd mutatni, mivel az ELAN-ba sikerült így manuálisan kigyűjteni, hogy egy-egy szereplőnél, hogy melyik gesztus hányszor fordul elő, hogy abból esetleg valamit következtetni, főképp, hogyha majd még a beszéddel együtt nézzük, mivel hogy majd megnézni, hogy a beszéd alatt összességében milyen gesztusok vannak, tehát például vannak-e olyan nyelvi elemek, amelyekhez mondjuk társulnak gesztusok. Mert ugye az indexikus, az, vagy a deiktikus az azért egyszerűbb, de amikor például a toronysisakot használják, akkor például nyomatékosító elemnél, ilyen jellegűre gondoltam én eddig, de még nem tudtunk erről részletesebben beszélni. Nagyon köszönjük Csapó tanár úrnak a kérdését, és a válasz részben Évi megadta, hogy jelenleg most még csak kvalitatív elemzésre vagyunk képesek. 2 hónap alatt azt hiszem nem kevés, amire jutottunk.
de a munkát valószínűleg folytatni fogjuk, és nyilván ez a cél, hogy ilyen korpuszokat létrehozzunk, és ilyen statisztikai elemzéseket is végezzünk rajta. Igen, de hát ez nagyon sok munka, anyagi források is kellenének majd hozzá. Hát mi most egy hallgatói kutatóműhely vagyunk, 2 hónapja működik a csoport, nagyon, nagyon lelkesek, és nagyon, hadd mondjak ennyit, mint tanár, aki próbálom segíteni őket, hogy nagyon fantasztikus élmény az, hogy ugye másodéves tanárszakosok a legfiatalabbak, és végzős PhD és a legöregebb, ha mondhatom így, Évi. Tehát, hogy azért ez jó sok évet és tudásszintet felölel, és hogy nagyon fantasztikus azt megélni, ahogy együtt dolgozunk. De hát ezt mindannyian tudjuk, akik kutatócsoportban is dolgozunk, hogy ahogy együtt dolgoznak, vagy együtt dolgozunk. Hát igen, nem tudom megállni, hogy a tanári kommunikáció kutatása az egy nagyon nagy terület, és az osztálytermi interakciók is, és egy 10-15 évvel ezelőtt terjedtek el azok az eszközök, hogy beraknak általában 4 kamerát az osztályterem 4 sarkába, és még egy kamera veszi a tanárt, és akkor 1 vagy 2 kamera pedig 1-2 kiválasztott célszemét, és akkor ezeket ilyen párhuzamos videósávokra felveszik, és aztán onnantól jön az a fajta leírás, mint amit itt láttunk. És fantasztikus felismerésekhez vezetett, például éppen az, hogy a pedagógusoknak a rejtett viselkedése az milyen üzeneteket fogalmaz meg. Például a kérdések újrairányítása. Ha egy jó tanuló elakad, akkor a pedagógus azt mondja, hogy na, mondja csak, hát fog ez neked menni. Ha a rossz tanuló akad el, már mint hogy aki a pedagógus szerint rossz tanuló, tehát így kommunikálja, azt mondja, hogy üljél le, és akkor felszólít valaki mást. Na most ezeket az üzeneteket, ezeket a gyerekek leveszik, és tulajdonképpen így történik meg az a fajta sztereotipizálás, hogy besorolja a pedagógus különböző skatujákba a gyerekeket, kit tart okosnak, kit tart butának, és aztán utána lehet elemezni, hogy ez hogyan hat a motivációra és egyebekre. Szóval itt, na és akkor miután ezt felismerték, utána elkezdték a pedagógusokat trenírozni arra, hogy akkor mit kell tenni, hogyan kell újrairányítani a kérdést, és nem diszkriminálunk a gyerekek között a mi előítéleteink szerint. Szóval szerintem a pedagógus kommunikációban óriási lehetőségek lennének, mert utána a pedagógusokat lehet tanítani. De nagyon-nagyon sok érintkezési pontot láttam már is, úgyhogy ebben a pillanatban abban is hagyom. Eszter említette egyébként a pedagógusok kommunikációs felkészítésének a fontosságát vagy a hiányát. Nem tudom, hogy néhány éves pedagógusi tapasztalattal mit mondanak, hogy mit kellene a pedagógusoknak tanítani. Hát nem tudom. Tehát én csak nem is a hiányát említettem, mert az a bizonyos továbbképzés, amin Enikő is előadó volt, illetve az inkább szeminárium vagy workshop jellegű volt, az nem kimondottan egy ilyen kommunikációs tréning volt, hanem szakmai továbbképzés, tehát nem ilyen jellegű, de biztos lenne mindannyiunknak a beidegződéseinken például változtatandó mit tanulni, de most elhangzik egy ilyen, hogy kommunikációs tréning mondjuk egy tanári szobába, akkor mindenki elmenekül, mi az már megint, tehát hogy azért ennek vannak tényleg ilyen szociokulturális és egyéb előfeltételei is, de szerintem sokan bevők lennénk rá, ha és hát nyilván a tanár képzésben már az egyetem fagyjaiban is mód lehetne erre. Nem tudom, hogy ez most mennyiben tantárgyiasul, vagy csak személyes példamutatás, akár bármelyik tantárgynak az oktatásakor, vagy tudományterület oktatásakor, tehát ez nyilvánvaló, hogy elszánás kérdése, most át lehet alakítani a KKK-t, mint hallottam, tehát akkor ebbe úgy bele lehet így rakosgatni ilyesmit, tehát nem tudom, én így most erre nem tudok mit mondani, ránk férne biztosan. Én abban nem láttam még ilyet, vagy hát a magam tapasztalata, hogy így sztereotipizáltam, vagy sztereotipizáltak volna, biztos van ilyen is,
diákokat jó és rossz tanuló szempontjából, de biztos más, hát az azért nagyon riasztóan hatna rám is, hogy van ottan két kamera, nem az, mert az lehet, mert ugye azt csináljuk, most is szem előtt vagyunk, és hát az online oktatásban is, a diákok szeme előtt, de az, hogy utána ezt majd részletesen elemzik, és kimutatják rajta, hogy az lehet, hogy érdekes is lehetne, tehát nincs ebben semmi, hogyha valami olyasmi is kiderül, szóval lehet biztos ezzel foglalkozni, de azért a Margithoz annyiban is kapcsolódnék, hogy azért a szakmai muníciónak a mindenek előttisége is rendkívül fontos, mert a tanárnak a testbeszédét és mindenét azért az is meghatározza, hogy mennyire fölkészült. Tehát valószínűleg ilyen is van. Na jó, mindegy, szóval köszi, de ezt most nem tudom így megmondani. Szükség mindenre van, ami jobbá teszi a tanári munkát. Nem látok kérdéseket. Úgy látom, hogy még nagyon sokan vannak velünk a közönségből. Egész pontosan 44-en vagyunk még itt, de nem látok kérdéseket. És akkor azt gondolom, hogy ha tehát az utolsó szó jogán, akkor kérdezzük meg előadóinkat, hogy a beszélgetés alapján valami üzenetet megfogalmaznának-e még nekünk útravalóként. Én nekem talán annyi lenne, hogy itt hogy a pedagógus képzésre is be kellene vinni ugye új dolgokat. Én például pont a pedagógiai kutatás módszerei és az eredmények tudományos alkalmazása szemináriumi dolgozatomban pont tanári kérdéseket vizsgáltam, és úgy fejeztem be azt a beszámolót, hogy fontosnak tartom azt, hogy egy tanár tudatos nyelvhasználó legyen. Tehát, hogy akár itt, amikről ma is beszéltünk, ugye itt a manipuláció, a meggyőzés, tehát hogy szerintem erre nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a tanárképzésben, hogy a befolyásolást is tanítsák számunkra. Mert ugye aki magyar szakos, ő tanul pragmatikát, és ott is ugye hall a stratégiákról, de például aki nem magyar szakos, és nem veszi fel a pragmatika kurzust, ő meg nem. Holott egy tehát szaktól függetlenül fontos az, hogy tudjon a tanár befolyásolni esetenként. Köszönöm szépen. Enikő, valami zárszót mondasz? Ez most egy indirekt felszólítás volt? Teljesen direkt felszólítás volt, igen. Teljesen direkt felszólítás volt. Hát zárszóként én azt mondanám, hogy köszönjük szépen a lehetőséget, hogy a Dubanis Társaságban elmondhattuk az előadásunkat, hogy a hallgatók bemutatkozhattak és megmutathatták, hogy milyen ügyesek és mennyire átgondoltan tudnak gondolkodni ezekről a kérdésekről. És hát nagyon remélem azt, hogy az elmondottakból néhány pont, néhány tanács, stratégia, lépés, nyelvi eszköz, mondjuk csak ha valaki legközelebb találkozik egy felsőfokú melléknévvel, vagy meglátja a tudott egy kérdésben, hogy bevillan neki az, hogy hoppá, vigyázzunk, vajon ami utána jön igaz-e. Tehát, hogy tudtunk mondani néhány olyan gyakorlati, hasznos tanácsot is, ami segíti a nézőket, hallgatókat abban, hogy tényleg egy kicsit kritikusabb és tudatosabb tartalomfogyasztók legyenek, és egy kicsit jobban eligazodjanak a befolyásolás meg az álhírek világában, akkor már megérte, hogy foglalkoztunk ezzel a témával. Feltétlenül megérte. Nagyon szépen köszönöm Enikőnek és a kutató műhely tagjainak a mai értékes előadást. Ezzel a Dubanis Társaságnak az utolsó ezévi nyilvános rendezvényét bezárnám. Szeretném jelezni, hogy a tagsággal egyszer egy hét múlva, már az egy hétre fogunk még találkozni. Akikkel nem találkozunk, azoknak azt javaslom, kérem, vigyázzanak az egészségükre, néhány hónapot még túl kell élnünk ilyen feltételek között. Támogassák azokat a törekvéseket, amelyek a hiteles információ
minél szélesebb terjesztését teszik lehetővé, és ebben a mai előadás is sokat segített bennünket. Köszönöm szépen még egyszer, viszontlátásra mindenkinek, jó éjszakát kívánok! Köszönjük szépen, mi is a lehetőséget. Köszönjük, viszontlátásra!